Campus eseményén. Nasbolt János vagyok, a BME TTK elméleti fizika tanszékének oktatója és a BME TTK Science Campus koordinátora. És hagyományosan a Science Campus eseményeknek, előadásoknak a sorát, azt Hertlen Károly zárja minden fél évnek a végén, úgyhogy idén is ez a helyzet. Hertlen Károly a BME TTK fizikai intézetének mesteroktatója, a demonstrációs laboratórium vezetője. Most még annyi mindent mondhatnék, de azt kérte Károly, hogy ne róla beszéljek, ne vegyem el az időt, mert ő a kísérleteket szeretné megmutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, Károly, hogy elvállalta az előadást, és szeretettel. Köszönöm, hogy megtartottad, amit kértem. Na, szóval sok szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor egy dolgot itt nézelődtem, hogy itt van a távirányító, a fényerő, távirányító. Lehet, hogy kiszaladtam és kivittem. Ilyenkor kell vigyázni, hogy kimegyek, akkor közben ne káromkodjak, mert elég gáz. Megvan. Jelentem, megvan. Húzzuk le. Jó. Szuper. Na, tehát akkor az a helyzet, hogy tényleg sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy számolom, a következőt javaslom, játszunk egyet. Én nagyon sokat szeretnék tanulni az előadásomból. Jó? Akinek van papírja és ceruzája, az vegyen elő és jegyzeteljen. Aki a legjobb jegyzetet írja, annak fogok egy ajándékot adni. Nem most, miután értékeltem a jegyzeteket. Ha valakinek kell papír, szívesen adunk. Jó, és akkor az a lényege, hogy az a lényeg a dolgoknak, hogy aki úgy gondolja, hogy játszik ebbe a versenybe, annak valamilyen úton módon igazolni kell, hogy itt volt. Tehát aki videóforról vissza fogja nézni, az nem játszik. Jó? Tehát ez nem lenne teljesen korrekt. És igazából én azt szeretném megtudni, hogy egy tikorosztályatokbeli hallgató, diák, mit vesz észre abban, amit az ember mond. Engem ez érdekel. Tehát nem a kézügyességre lennék kíváncsi, hanem ugye van a kísérleteknek, vagy ennek az előadásnak lesz egy utóélete, mert nem is merem remélni, hogy a Gellért térnél tovább fogtok emlékezni erre. És akkor ugye az azt jelenti, az én gondolataim szerint, hogy lássam azt, hogy ki mire fogékony. Jó? Tehát ez lenne az én ötletem. Az első kísérlet, amit szeretnék megmutatni, egy mérhetetlenül egyszerű kísérlet. Ez egy érettségi tétel is egyben, idén. Az érettségének ugye van az a része, amikor kísérletezni kell, és akkor egy kísérletet szeretnék megmutatni, hogy ez hogy néz ki. Kell hozzá egy pillepalack kupakkal, kell hozzá egy szemcseppentő, és én egy vasdarabot találtam, de hogyha valakinek ez nem adatik meg, részből ilyen részdrótot ide rá lehet tekerni. Tehát én azt csinálom, hogy ezt a szemcseppentőre, ezt a vasdarabot így ráhúzom, de mondom, higgyétek el, hogy egy megfelelő mennyiségű részdrót ugyanígy működik. Most ezek után fogja az ember, ide beteszi, akkor látjuk, hogy jócskán kiáll. Ugye, semmi többet nem kell tenni, hogy az ember elkezdi ezt így nyomogatni, és ahogy így nyomogatja az ember, egyre több és több folyadékot fog betenni ebbe a szemcseppentőbe, és amikor már csak a buboréknak a teteje látszik ki, tehát ugye ez a domború résznek a teteje, bocsánat, Tepi, nem lesz vetítés? Ne, csak mert az valahogy elmaradt. Bocsánat, csak hogy cserébe semmi gond. Cserébe picikét az én mikrofonomat feljebb, mondjuk idáig. Tedd fel, amíg ezt még jó, tehát akkor a közelkamerát oda fogjuk kivetíteni, ez valahogy elmaradt, nem probléma. Tehát akkor mindenki fogja látni idáig, hogy ez a szemcseppentő itt van. Akkor ezek után ezt én így megtöltöm egy kis vízzel. Úgy is mondhatnánk, hogy megtöltjük színültig. Így. Na, ez megvan. Utána ezt egy mozdulattal ide szépen áttesszük. Így.
kis vizet kicsempészünk belőle, ráhúzunk, és kész van a Cartesius búvár. Cartesius ennyi egyébként, és nem kell próbálkozni, így mutatom, hogy elkezdi az ember megnyomni, akkor szépen lemegy az aljára, elengedjük, fölmegy a tetejére. Lenyomjuk. Hát az, hogy mit kell erről mondani, azt gondolom mindenki tudja, de azért engedhessük meg, hogy elmondom, én mit mondanék az érettségén. Én például azt mondanám, hogy itt van egy test, amely úszik ebben a folyadékban. A folyadéknak igen nagy a hőtehetetlensége, ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kísérletben, leszámítva, hogy a kezétől az embernek mennyire melegszik, egy állandó hőmérsékletű kísérletet végzünk, és amikor az ember fogja a nyomást megnöveli, és a hőmérséklet állandó az, akkor az a buborék az kisebb lesz. Hogyha én egész, nem tudom melyikhez jöjjek közelebb, talán ide, és akkor azt fogjuk megnézni, hogy ami itt a tetején van buborék, nem jöttem túl közel? Jó, akkor ahogy én ezt elkezdem az ujjammal nyomni, tehát ezzel a hüvelykőm elkezdem nyomni, akkor egyre kisebb és kisebb lesz ott a buborék, és egyszer csak elindul lefelé. És akkor ugye, hogyha én erősebben meg gyengébben nyomom, akkor az szerintem jól látszik, hogy itt ez a térfogatban egyre kevesebb és kevesebb lesz, ahogy egyre jobban is nyomom a buboréknak a térfogata. Ez azt jelenti, hogy víz megy be a helyére, és akkor ilyeténképpen nagyjából is hozzáadszik, lehet érezni, hogy a testnek, amelyik itt be van zárva ebbe a folyadékba, az átlag sűrűsége ezáltal változik. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy be lehet állítani az átlag sűrűséget úgy, hogyha nem nyomom meg, akkor nagy lesz a buborék és följön a tetejére, erre mondjuk, hogy úszik. Ha ügyes az ember, akkor óvatosan beállíthatja, hogy itt a közepén egy helyben álljon, erre mondjuk, hogy lebeg, és amikor a nagyon nagyot nyomunk rajta, akkor leül az aljára, és akkor azt mondjuk, hogy elsüllyedt. A Cartesius búváról ez az egyik, és akkor van egy másik Cartesius búváron, ezzel csak dicsekedni szeretnék, hogy ez mennyire fog jól látszani, ez kétséges, ez ugyanis ez a Cartesius búvár teljességében egy üvegből lévő valami, talán ott látszik. Azt mondták, hogy ha mögé állok a kék színű, akkor itt lehet látni a Cartesius búvárt, ez egy ördög figura, üvegből csinálták, és azt látszik? Bocsánat. Jó, akkor... Jó, de tegyem ide, így lejjebb? Hát ebből sok nem látszik. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ez egy üvegből készült ördög figura, ami belül üreges, hasonlóképpen, mint a Cartesius búvárunk, amit az előbb csináltunk, és a két lábának a végén ott tud kijönni a levegő belőle. Tehát ott tud kibeáramlani a folyadék, és hogyha fogja az ember és jó erősen megnyomja, egészen a bubor, most talán, hogyha ide a fejére rá tudunk menni, akkor itt meg lehet mutatni, hogy így változik a benne levő folyadéknak a mérete, és hogyha hirtelen engedi az ember, akkor ez a kiáramló víztől ez elkezd a függőleges tengelye körül forogni. Egyébként csak úgy elmondom, hogy az intézetünkben van egy padlás, én ezt ott találtam, és gyakorlatilag ami rá volt írva, azok alapján második világháború előtti ez a darab. Úgyhogy ezt csak azért mutattam meg, hogy kellően öregnek kell lenni, és az ember elég érdekes dolgokhoz hozzájuthat. Tehát akkor maga a kísérlet az nem más volt, mint a Cartesius búvár, és hát mondom, ez érettségi tétel. És gondoltam, hogy ki fogom pacsálni a vizet, még szerencsé, hogy hoztam ide. Igen. Na, a következő kísérlet, amíg ezt elpakolom, addig mondom, az ez egy fizika módszert bemutató. Azért választottam, mert a fizikának egy módszerét meg tudja mutatni. 1920-ban, pillanat, de fölírtam én is sok mindent, 1920-ban Wilhelm Lenz föltalált egy modellt. Ez a mágneses, anyagok mágneses viselkedésére vonatkozó modell volt. 1925-ben egy Ernst Ising nevű embert megbízta, aki a doktorandusza volt, hogy dolgozza ki ezt a modellt. Teljesen önálló munkával 1925-ben ez a modell elkészült, egy dimenzióra.
És az a lényeg a dolgoknak, hogy két dimenzióban, tehát amit most fogunk majd látni, az 1944-ben született hozzá az elmélet. Azt már nem is mondom, hogy három és annál nagyobb dimenziókban mikor született és mennyi számolás kell hozzá, inkább nézzük meg magát az eszközt. Hát akkor az eszközeink közül itt van egy tápegység. Ez a tápegység, ez 12 voltot tud, és ez a 12 voltos tápegység ezen a két tekercsen keresztül fog folyni. Az egyik tekercs meg a másik tekercs külön-külön együttesen ez egy úgynevezett Helmholtz-féle tekercset fog adni. A Helmholtz tekercsnek, ha az ember utána néz, akkor azt lehet látni, hogy ennek a belső részén nagyon homogén mágneses teret tudunk tenni. Tehát, hogy ha egy állandó árammal gerjesztjük, akkor tulajdonképpen tetszőleges helyre mehetünk, megvizsgáljuk meg, a térerőség mindig ugyanakkora lesz. Jó, tehát ez a Helmholtz tekercs. Hogy a Helmholtz tekercsben mekkora áram van, azt ezzel a műszerrel fogjuk tudni megnézni. Amit vizsgálni fogunk, az pedig egy írásvetítőre, valami gond? Írásvetítőre fölteszünk egy modellt, magát az easing modellt, és kapcsoljuk be, és akkor itt lehet látni ezt a dolgot. Na, mi az, amit látunk? Jó, tehát akkor megpróbálunk itt körülnézni. Tehát akkor az első dolog, hogy az easing modellünk az egy egység, az egy pici kis iránytű. Pici kis iránytű, ugye mutatja, hogy melyik az észak irány, hát ezt mindenki nagyjából látja. Hogyan vannak elhelyezve az iránytűk? Az iránytűk úgy vannak elhelyezve, hogy periódikusan ebbe az irányba is, meg ebbe az irányba is periódikus, hogyha fogja magát az ember, és akkor azt mondja, hogy elindul egyből, meg, és akkor megyünk egy ilyen kört, akkor itt mindenki láthatja, hogy ez egy négyzet, és hogyha mindegyikre húzunk egy egyenest, akkor egy négyzethálónak minden kereszteződésében találunk egy iránytűt. Ezek az iránytűk, ahogyan egy normál iránytű, a föld mágneses terével, ha úgy tetszik, a modell körüli mágneses térrel kölcsönhatnak, de kölcsönhatnak egymással is, úgy van beállítva az ő pólus erőségük, hogy azok egymással is kölcsönhassanak. És akkor innentől fogva, megkérdezi valaki, hogy az easing modellről mit lehet mondani, akkor azt kell mondani, hogy ez egy olyan anyag, amely köbösen kristályosodik, köbös kristály, és abban egy síkjában tudunk nézelődni, és nagyon fontos, hogy egy kristályról beszélünk. Hát ez egy olyan kristály, vagy egy olyan kristálynak egy része, amelyben gyakorlatilag, ugye egy normál fémet az ember elővesz, egy acéldarabot, csinál egy metszetet belőle, ahogyan kell fölpolírozza, megmaradja, akkor azt lehet látni, hogy polikristályos maga az anyag, tehát nem egy nagy kristály, hanem sok kicsi kristály fedi le az anyagot. Itt most tulajdonképpen, ha ezt meg kéne csinálni arra a modellt, az még bonyolultabb lenne, tehát a polikristályt azt meghagyjuk, így is elég sok darab szereplünk van már ahhoz, hogy matematikailag ezt követni lehessen. Jó, és akkor azt kell megnézni, hogy amit az easing modell mondott, hogy hát vannak benne olyan tartományok, nézzük meg, hogy ez a nyíl, meg ez a nyíl, ez pont ugyanabban nyíl, ez a három együttesen pontosan ugyanabban az irányba mutat. Alatta ezek éppen ellenkezőleg mutatnak, akkor ehhez viszont hozzá lehet venni ezt így végig, így, és akkor ez a rész egy olyan tartomány, amely mindegyikben ugyanabban az irányba állnak a mágneses részek. A tartományt idegen szóval doménnek hívjuk, és akkor ugye azt lehet mondani, hogy a modellünknek, ha megnézzük ebben az állapotában, a doménjei azok teljes egészében lefedik, és a doméneknek az eredőjét az ember kiszámolgatja, és a doméneknek az eredőjét kiszámol, akkor kifele nézve mágnesesen semleges lesz az anyagunk. Tehát nem fog úgy viselkedni, mint egy rúdmágnes. Most, hogyha fogja magát az ember, és akkor elkezdi a potméter segítségével fölfele tekergetni a gerjesztő áramot, azt fogjuk látni ott a műszeren, a túloldali műszeren, és az a gerjesztő áramot az ember elkezdi nézni, akkor a gerjesztő árammal egyenes arányosságban növekszik a mágneses térerősség, és ugye a mágneses térerősség ugye ebbe az irányba fog hatni. Ugye a Helmholtz, ugye a tekercsre merőleges lesz abban a síkban, a két tekercs az meg ugye abban az irányba lesz. Csak az, hogy ez egy kicsit
hogy ezek tényleg egy tengerbe legyenek. Na jó, akkor nézhetjük azt is, hogy elkezdem növelni az áramerősséget, és akkor azt látjuk, hogy vannak olyan részek, itt ezen a részen érdemes megnézni, hogy egy picit megmozdulnak ezek az iránytűk, itt fölül talán ez is jól látszik, ezen lehet a legjobban látni, ugye elkezdeni. Ha növelem az áramerősséget, akkor ugye egy darabig növekszik, elfordul, ha visszaveszem, akkor visszakerül az állapotába, ez egy reverzibilis folyamat. Azok után, hogyha megnézzük, akkor lesznek olyanok, amelyek viszont már irreverzibilis átbillen, és úgy is fog maradni. Hát mindjárt látunk erre példát. Ugye, tehát akkor azt lehet mondani, hogy befordul, és a külső mágneses tér növelésével egyre nagyobb és nagyobb domének fognak keletkezni, és azok a domének fognak hízni, amelyek a gerjesztett tér irányába mutatnak egyébként is. Ugye, tehát szerintem ezt szépen lehet látni, és akkor egy idő után, ja, növekszik az áram, és egy idő után addig jutunk, amíg az összes teljes egészében föl tudtuk gerjeszteni, egy-két áruló van, de abban nem törődünk, vagy súrlódik, vagy még nem elég az áramerőség, de azt lehet látni, hogy most telítésbe megyünk, ha az ember ilyenkor kikapcsolja a mágneses teret, tehát megszüntetjük a gerjesztáramot, akkor most már azt mondhatjuk, hogy ez egy mágnesként, egy rúdmágnesként fog viselkedni, egy permanens mágnesként, és látjuk, hogy melyik lesz az északi és melyik a déli pólus. Ugye a nyíl mutat az észak irányba, a másik része a déli irány mutatja. Látjuk, hogy a fölgerjesztés folyamatát láttuk, és azt látjuk, hogy a külső teret megszüntetjük, akkor az fog történni, hogy úgy maradnak, és egy mágnesként fog viselkedni. De hogyha valaki vesz egy csavarhúzót, főleg egy jobb minőségű csavarhúzót, kétszer-háromszor így véghúzza rajta az ember egy mágnes, akkor utána az is mágnesé válik. De azért mondtam, hogy egy jobb minőségű csavarhúzót, mert a gyöngébb minőségű csavarhúzók azok egy kicsit másképpen viselkednek. Itt a modellnek a leírása alapján ezek a szerkezetek ugye egymással is kapcsolatban vannak, meg a külső térrel is, és hogyha ezek között viszonylag erős a kötés, akkor marad ez meg így, hogyha a kötés nem túl erős, akkor azt el lehet érni, hogy a hőmozgás, mindjárt mutatom, itt a hőmozgást fogom a kezemmel adni, hőmozgás egész egyszer ezeket fogja magát és lemágnesezi. Tehát akkor ezek lesznek az úgynevezett lágy mágnesek. Hát akkor most már látjuk azt, hogy ferromágneses anyagból létezik olyan, amelyik emély ferromágneses, amely a mágneses tér megszűnte után mágnes marad, és utána lesz a másik, amelyik pedig lágy mágnes, azok pedig a külső tér megszűnte után nem maradnak mágnesesek. Nézzük meg még egyszer a fölgerjesztést, tehát meg lehet nézni azt, hogy egyenként megmozdulnak a dolgok, utána ha megszüntetjük, akkor ezek visszaállnak, tessék megnézni, akkor egy pillanat alatt látunk egyet, ami itt a legalsó, ezt érdemes nézni, ez lesz az, amelyik legjobban követhető. Tehát ez azt jelenti, hogy elkezdem növelni, ez elkezd jó felé fordulni, és hogyha most visszamegyünk, akkor visszamegy az eredeti állapotába. Tehát az első szakaszunk, a fölmágnesezés, az egy reverzibilis szakasz. A következő egy irreverzibilis szakasz lesz, mert ha átbillen, akkor az úgy is fog maradni. Úgy. Megszüntetem, akkor szerintem ez jól látszik. És ha egyre jobban és jobban gerjesztik, akkor egyszer csak fogja magát, és az összes föl fog gerjedni. Így. Na most. Megszüntetjük, és most megtehetjük azt, mert van itt egy irányváltó kapcsoló, hogy megfordítjuk az áramirányt. Most ellenkező irányba kezdünk majd fölgerjeszteni, és amit érdemes nézni, növelem és növelem, látjuk, hogy most fölfele mozdult el a mutató, és akkor ez azt látjuk, egy darabig semmi, és akkor így néha ilyen hirtelen, ilyen lavinaszerűen fog átbillenni ez az egész. Szerintem ez gyönyörűen látszik, ez a lavinaszerű átbillenés. Na, ezt hívják úgy, hogy Barkhausen effektus. Ezt a Barkhausen effektust, hogyha az ember be akarja mutatni, sajnos egy speciális erősítő kell hozzá, az most éppen nem működik, az úgy néz neki a maga a kísérlet, hogy van egy kötőtű, a kötőtűnek a közepére van téve egy sokmenetes tekercs, és annak pedig annak a Barkhausen effektusnak a megmutatására egy hangerősítő van. Amikor ezek az iránytűk
átbillennek, valóságban a domének megfelelő irányba bebillennek, akkor nagyon gyors változás lesz, és ez a nagyon gyors változás áramot fog indukálni, és ennek az áramnak a, ez, nem, ez egy ilyen váltakozó áram, ennek lesz egy sajátságos hangja, ezt Barkhausen zajnak hívják. És ez a Barkhausen zaj, ez egyébként egy nagyon izgalmas történet, roncsolásmentes anyagvizsgát rá lehet használni, ebben nem megyek mélyen bele, de ha valakit érdekel, akkor a Budapesti Szkeptikus Konferencián Molnár Mészáros István kollégám, aki a Műegyetemen itt a gépészeket tanítja, a Barkhausen effektusra tartott egy 90 perces, nem, egy 45 perces órát, csak arról az egyről, hogy azt mire lehet használni gépészeknél. Na, tehát akkor odáig jutottunk el, hogy a Barkhausen effektust nagyon szépen be tudjuk mutatni. Még egyszer megnézzük az átmágnesezést, most a másik irányba, tehát akkor ugye lesznek, amelyik egy darabig semmi nem történik, látjuk, hogy egyre nagyobb és feszültebb a dolog, egyszer csak egy valaki megindul, és egy ilyen lavinaszerűen átbillen az egész. Úgy. Úgy. Szerintem ez gyönyörűen látszik. Jó, tehát akkor ez most az easing modell, amiért választottam, az az, hogy valaki elképzeli, hogy hogyan működik, leírja, publikál bele cikkeket, és utána meg lehet építeni a mikrovilágnak az analógiára egy makrovilágot, hiszen makró meg tudjuk fogni a kezünkkel. Valóságban ezek a domének, illetve az atomok olyan kicsik, hogy semmi, túl sok közünk nem lenne hozzá. Jó? Tehát nem biztos, hogy tudnánk érzékelni. Azt hiszem, hogy még azért tartogat egy apróságot a Barkhausen, ugye a easing modell. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy négyzetrácsos szerkezet volt. Akkor most nézzük meg a másikat. Tehát ez egy... Ha most itt elkezdünk vizsgálódni, és akkor eljövünk ide, akkor látjuk azt... Bocsánat, előbb elfordítom egy kicsit, mert didaktikailag ez így szerencsés. Pont 90 fokkal elfordítjuk. Akkor azt is látjuk, hogy ugye megvannak ezek a sorok, ahogy eddig is voltak. Viszont, ha megnézzük, akkor az egységcella az nem egy négyszög lesz, hanem egy egyenoldalú háromszög. Az egyenoldalú háromszög, hogyha most az ember veszi az egyenoldalú háromszöget, és akkor azt mondom, hogy innen elindulunk, ez lesz az háromszög, de itt is van egy háromszög, itt is van egy háromszög, itt is van egy, itt is, akkor ez azt jelenti, hogy ha ezeket szépen összekötjük, akkor kapunk egy hexagonális rácsot. Hát magyarul ez egy olyan rács lesz, ahol az elemi cél egy habszög. Jó, tehát hexagonális rács. Itt is megnézhetjük azokat a dolgokat, hogy hogyan mágneseződik föl, és akkor látjuk, hogy hogyan híznak a domének, és azt is látjuk, hogy egy idő után ez is eléri azt, hogy teljesen telítésbe megy. Jó, akkor itt is megnézhetjük, ha megváltoztatjuk az irányt a Barkhausen effektus, csak azért, hogy gyakoroljuk, szerintem gyönyörűen látszik, így. És amit szeretnék most ezek után megmutatni, hogy elfordítjuk 90 fokkal ezt a mintát, rábízzuk arra, hogy ez ilyen véletlenszerűen álljon be. Tehát 90 fokkal elforgattuk, és nézzük meg, ha most elkezdjük fölmágnesezni, akkor mit fogunk kapni. És ez a legizgalmasabb, hogy teljesen telítésbe visszük, tehát amit csak áramot tudunk, és látjuk, hogy itt egyáltalán nem az áll be, amit vártunk, hogy mindenki ebbe az irányba fog állni, van, aki erre mutat, van, aki arra mutat. Tulajdonképpen a kristálytani anizotrópiára látunk egy jelenséget, tehát hogyha van egy kristályunk, akkor az egyik irányban könnyű fölmágnesedni, a másik irányban pedig nem. És akkor ez egy nagyon egyszerű bemutatása ennek a dolognak. Jó, tehát akkor szerintem ezt mindenki megértette, és hát akkor tulajdonképpen azt szeretném ebből az egészből kihozni, hogy a fizikának az a legszebb része, hogy megcsinálják az elméletisek a elméletet. Ugye ők hogy dolgoznak? Rákcsálják a ceruza végét, dolgoznak papíron, és néha radíroznak.
Jó, tehát ez a dolog, és utána jönnek a fizikusok, a másik része, a teoretikusok, az experimentalisták, és fogják magukat, megépítik az eszközt. Nem mindig lehet modellt építeni, de ebben a szerencsés esetben nagyon szépen működik. Természetesen az experimentalisták nem mindig az a feladat, hogy modellt építsenek, hanem a számolásokat leellenőrzik. Jó, tehát ezt mindenképpen itt érdemes megtenni. Akkor egy picit én lebontom a kísérleti eszközöket, csak annyira, hogy az írásvetítőt megbeszéltük, hogy én innen eltüntetem, mert az írásvetítő az itt eléggé útban van. Az azt jelenti, hogy ezt kell kihúzni egyszer, elvisszük a Helmholtz szekercset. Az azt jelenti, hogy az árammérőből is kikapcsoljuk. Jó. Uh-huh. Jó. Hát akkor itt láthatja mindenki a Helmholtz-féle tekercspárat. Azt én ide lerakom, itt szerintem senkit nem zavar. Az írásvetítőnket pedig, ha nem is tüntetjük el teljesen, de minimum lehajtjuk. Így. Oké. A következő az anyagok mágneses tulajdonságával, ugye azt szokták mondani, hogy kétfajta anyagot, főleg az általános iskolás gyerekek szokták mondani, hogy kétféle csoportosított anyagot, az egyik, amelyik mágnesezhető, a másik meg nem mágnesezhető. Most igazából azt kell mondjam, hogy a nem mágnesezhető anyagokkal fogunk foglalkozni, és szerintem itt érdemesebb egy kicsit nagyobb fénnyel menni. Akkor nézzük meg az eszközeinket. Az itt levő eszköz, ez egy olyan eszköz, amely ez a kettő, meg ez a kettő, két elképesztően erős neodímium mágnes. Ezeket a mágneseket, ha megnézzük, egy ilyen szép vas körbe van beiktatva. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ennek ez itt az északi pólusa, akkor gyakorlatilag az erővonalak ebbe az irányba az anyagon keresztülnek, és akkor ez lesz a délipós, és ezen a részen, itt, ezen a légrésen, ott nagyon erős teret tudunk létrehozni. 60 mm-es az átmérője ennek a mágnesnek, és akkor ez a kúpos rész, ez még arra is jó, hogy a 60 mm-t egy kicsit lejjebb viszi, ez azt jelenti, hogy a területet leteszi, és akkor erre a részre koncentrálja, fókuszálja a mágneses teret. Itt, ha egy hüvelyknyire állítjuk, a saját mérésem szerint több mint 2 tesla térerőség van. Ezzel a 2 tesla térerőség arra is jó lehet, hogy meg tudjuk nézni, hogy különböző anyagok, amelyekről úgy tudjuk, hogy nem mágnesezhető, hogy azok hogyan viselkednek a mágneses térrel. Hát, hogy ez hogyan működik, ugye én fogtam magam, és nemes egyszerűséggel vettem egy üvegrudacskát, itt látható, és ez az üvegrudacska már órák óta itt lóg ezen a cérnaszálon. A cérnaszál az egy torziószál lesz nekünk, és ezt a torziószálon függő kis cérna darabkát fogjuk betenni a mágneses pofák közé, és hogy ez pontosan ott álljon meg, és abban a magasságban legyen, ahogy én szeretném, ehhez van nekünk egy mágnesünk, és tudjuk rögzíteni ezt a ügyni. Jó, egy kis lengés után ez az üvegrúd, ez ott a pofák között ott leng, és úgy áll be, hogy a mágneses erővonalakra éppen merőleges lesz. Annyit teszünk, hogy igen, most fogjuk látni, hogy éppen merőleges lesz. Egy picit azért várunk, csak az, hogy ott egyébként az szerintem jól látszik most, kivételesen. És azt fogom tenni, hogy lehetőség van arra, hogy elforgassuk ezt a mágnest. Tehát itt egy csapágyazott részem van. És azt én szép lassan elforgatom, akkor szerintem mindenkit meg lehet győzni, hogy a mágneses térrel együtt forog az üvegbot. Megállunk. Elindulunk a másik irányba. Tehát szerintem jól látszik, hogy követi a dolgokat. Tegyük fel a kérdést, hogy hogy áll be ez az üvegrúd. Azt lehet mondani, hogy az üvegrúdnak van egy hossztengelye,
és ez a hossztengelye pontosan merőleges, idegen szóval diametrális a mágneses térre. Az ilyen anyagokat, amelyek így állnak be, diamágneses anyagoknak hívjuk. Ez egy definíció volt. Még egyszer elmondom, hát akkor ott van az üvegbot, látjuk, hogy három dimenzióban ugye van egy hengeres üvegbot, és a hossztengelye az erővonalakra éppen merőleges. Úgy is mondhatnánk, hogy úgy szeret beállni, hogy a legkevesebb erővonal messe az ő testét. Jó? Ez fontos. Az a helyzet, hogy ugye látjuk, hogy az üveg az egy eléggé olyan anyag, akit nem gondolná az ember, hogy a mágneses tulajdonságok környékén egyáltalán szóba kerül, de hát látjuk, hogy ez nem egészen így van. A következő anyag, amit meg fogunk nézni, az egy az elemek periódusos rendszerében a bizmut. A bizmut egyébként azért izgalmas anyag többek között, mert egyik részről 280 Celsius fokon megolvad. Tehát 280 Celsius fokon megolvad. És egy nagyon passzív fém, nagyon nagy a sűrűsége is, és ezért manapság, aki környezettudatos és zöld, meg egyebek, az bizmutból csinál magának sörétet, ha elmegy lövöldözni az erdői állatokra. Tehát a vadászok már nem ólomsöréttel, hanem bizmutsöréttel dolgoznak, mert a bizmut teljesen passzív. Tehát gyakorlatilag nem úgy mérgező, mint az ólom és a ólom vegyületei. Nem oldódik vízben, stb. Stb. Na, akkor szerintem ez is már kilengte magát, és megmutathatjuk, hogy a bizmut is teljes egészében követi azt, amit mondtunk. Ahhoz egyébként, hogy ez így kövesse, iszonyatos nagy térerősség kell. Tehát a térerősség, hogy ez így működjön, az egyértelmű és határozottan ki kell jelenteni, hogy gyöngép mágneseknél ez nem működik. A következő, amit meg fogunk anyagot vizsgálni, az az alumínium lesz. Az alumíniumról egy picivel több mondani valóm lesz. Az alumíniumunk ugyanúgy föl van függesztve egy ilyen cérnaszára, ugyanúgy föl fogjuk kötözni, hogy ez itt szépen megálljon. És szerintem már mindenki látja, hogy az alumíniumunk az egy kicsit másképpen viselkedik. Pontosan a hossztengelye most megegyezik a mágneses erővonalakkal, tehát ezt úgy is mondhatnánk, hogy a hossztengelye a paralel a mágneses erővonalakkal, ez azt jelenti, hogy paramágneses anyagokról beszélünk. A paramágneses anyagok és a diamágneses anyagokat ugye most megnéztük, hogy egy testre, amelynek van egy hossztengelye, arra egy forgatónyomatékkal fog hatni, és az gyakorlatilag be fog állni. Fölteszi az ember a kérdést, mi lenne akkor, hogyha ugye itt most egy homogén mágneses, nagyjából homogén mágneses teret hoztunk létre. Ha inhomogén mágneses teret hozunk létre, akkor azt lehet mondani, hogy a diamágneses anyagok abba az irányba fognak elmenni, ahol egyre kevesebb erővonal metszi őket, vagyis taszító kölcsönhatás alakul ki, míg a paramágneses anyagok abba az irányba fognak elmozdulni, mert a mágneses térerősség növekszik. Tehát pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a ferromágneses anyagok, erő szempontjából, az erő iránya szempontjából, de körülbelül 100 000 nagysággal kisebb, tehát 10^5 része erőhatás van. Itt is meg lehet nézni, hogy körbeforgatjuk, akkor ez is követi erősen az erővonalak irányát. Még egy dolgot azért hozzáteszek, ami a következő előadásnak a következő részében majd megkerül, hogy ez nem, ugye a bizmut is, amit használtunk, meg az üvegrúd is, az egy tömör anyag volt. Itt a az alumínium rúdunk az egy cső valójában, és a hossztengelye mentén, tehát a palástján föl is van metszve. Ez azért van, mert nem szeretnénk, hogyha az indukció jelensége, az örvényáramok jelensége befolyásolná a kísérletet. Jó, tehát akkor ezt mindenképpen érdemes megnézni. Tehát akkor lehet látni, hogy erősen követi. Ugye a diamágnesség az egy
nagyon gyönge hatás, a paramágnesség az jóval erősebb, az a ferromágnesek ugye azok meg több mint 100 000-szeres. Ha valaki megnézi a Wikipédián a diaparaferromágnesről lehet talán egy grafikonban van ábrázolva a három, hogy a külső mágneses tér és az anyagnak mi a hatása. Ugye a diát és a parát könnyű egy grafikonba ábrázolni, mert azok egy nagyságrendbe esik az ő hatásuk, a külső mágneses tér hatására a mágneses teret, hogy erősítik vagy gyöngítik. A ferromágneses anyagok az ide nem férnek bele. 10^5 szeres ábrázolni, ez azt jelenti, hogy olyan meredek az egyenes, hogy belesimul a függőleges az Y-tengelybe. Hát, hogyha valaki megnézi ezt, a legjobb emlékeim szerint én ítéljetek el, nem szeretem a magyar nyelvű Wikipédiákat, főleg a fizika oldalakat nem, nem mindenben hiteles. Tehát maradjunk abban, hogy én inkább nagyobb nemzeteknek a dolgait, nem tudom mennyire polkorrekt azt mondani, oroszul, németül, angol, francia, inkább. Tehát ezért mondom, hogy azt kell mondjam, hogy van olyan, jó pár olyan oldal a Wikipédián, amelyik csapni valami rossz a fizika szempontjából. No, tehát én a németre emlékszem, hogy ott van ez a diagram, és ott azt kell mondani, hogy a ferromágneses anyagot megnézik, azt, hogy ugye itt van a függőleges tengely, itt a vízszintes tengely, diamágnes, paramágnes, ferromágnes. A ferromágnes nem olyan, tehát sokkal-sokkal meredekebb lenne. Ugye, tehát tessék meggondolni, hogy egy laposhoz képest egy 10^5 ábrázolni nem fog működni. Jó. Az áramok és a áramok mágneses terével kapcsolatosan egy olyan kísérletet szeretnék mutatni, ami tessék, jó, még ide hozom az eszközöket. Egyelőre most még csak. Tessék? Jó, persze. Ez most kivételesen nem vetített lesz, úgyhogy ez szerintem még akár működhet is. Van itt nekünk egy rúdmágnesünk. Erre a rúdmágnesre, rúdmágnest én fogtam, és ide elhelyeztük, és ide föllógattam két dróddarabot. Ami kell majd még ehhez, az a az áramerősség szabályzása az egy toroidtrafó. Egyébként én azt akarom mondani, hogy ugye az ember, amikor már ilyen magamkorú vén ember, akkor nyugodtan mondhatja, hogy én emlékszem, hogy amikor még fiatalabb voltam, hogy álltam ezekhez a kísérletekhez, akkor hajlamos voltam arra, hogy leraktam az eszközt az asztalra, külön asztalon volt minden kísérlet, bekapcsoltam, durrant egyet és mentünk tovább. Most azért elmondom, hogy mivel kísérletezünk. Szóval ezt úgy gondolom, hogy ez egy fontos történet. Tehát akkor egy olyan tápegységünk van, ez a tápegység lehet egyenáramot és váltóáramot is létrehozni rajta, itt lehet kibe kapcsolni, ez az irányváltó kapcsolója, és úgy van megcsinálva, hogy ez rövid zárásban akár 100 ampert is tud, rövid ideig. Rövid ideig. Most hát erre fogunk törekedni, a vezeték egyik végét hozzákötjük ide a egyenáramú részhez, így, a másik végét úgy szintén ide a másikhoz, így, és akkor ez azt jelenti, igen, ide letesszük ezt mellé, ezt a vezetéket ide szépen eltesszük, így gondoltam. Hát akkor itt van ez a vezetékünk, kell még áram, az anélkül nem megy, még nekem se. És be van kapcsolva, és akkor itt van ez a vezetékdarab, itt lóg. Kapcsoljuk az áramot, és akkor pillanat. Ezek most itt szépen összeakadtak, egy kis idő idébb jövünk, így. És akkor szerintem jól látszik, hogy ezek így föltekerednek.
ezek a vezetékek. Most kikapcsolom, mert melegedne nagyon, amit viszont meg lehet mutatni, hogy megváltoztatjuk az áramirányt, és akkor ellenkező irányba fog föltekeredni. Jó, tehát akkor az, amit szerettem volna bemutatni ebből a kísérlettel, az az, hogyha van egy rúdmágnes, ez egy viszonylag erős rúdmágnes, nem mai értelemben, régebben, akkor idejöttem, akkor ez volt a legerősebb rúdmágnesünk, akkor a mellette folyó áram, a mágneses tere és a rúdmágnes közötti kölcsönhatás egyébként így föltekeredik, hol jobbmenetes, hol balmenetes irányban. Attól függően, hogy a vezetéken hogyan folyik az áram. Jó, tehát ez azért érdekes, mert ezt a kísérletet akkor lehet jól bemutatni, hogy nagyon nagy áram van. Most még szerencsére elég gyakorlottan megpróbáltam azt, hogy ugye, tudom, hogy mikor kell lekapcsolni, ne füstöljön az áram, de azért megmutatom, hogy tessék, hogy föltekeredik, így, és akkor átváltunk a másik irányba, és akkor lehet látni, hogy jó, most hagyjuk abba, mert megígértem, hogy nem csinálunk tüzet az intézetbe. Tehát, jó, meg hát igazából itt kell észnél lenni, hogy nem simogatjuk még a meleg vezetéket, mert azért meleg. Na, szóval ez volt a következő. A következő kísérleti sorozat az indukcióval fog foglalkozni, amíg én ezeket itt lebontogatom. Jó. Úgy. Erre a mágnesre még lesz szükségünk az indukció környékén. Úgy. Ezt ide letesszük, mert már leszerepelt. Jó. Hát az indukcióról fogunk beszélni. Egy nagyon autentikus, úgy is mondhatnánk, hogy ez az eszköz nagy valószínűséggel már a II. Világháború előtt az intézetben volt. Ez egy közel 5000 menetes tekercs, és ennek az 5000 menetes tekercsnek lesz a szerepe az, hogy ebben fogunk feszültséget indukálni, tehát ha megnézzük az indukcióról, mit tudunk mondani, hogy ez az egész jól működjön, ezt a műszert fogom én továbbra is használni. Így, ezt a kivetíthető műszert, pillanatokon belül lekapcsoljuk a villanyt. Tehát akkor lesz egy feszültségmérőnk, és van egy áramerősségmérőnk. Így. A feszültségmérőhöz, igen, ez lesz a feszültségmérő, hozzá kapcsoljuk ezt a tekercset, így, és jó, így megkeressük a úgy, és van egy rúdmágnesünk, ezt a rúdmágnest fogjuk mozgatni ennek a tekercsnek a belsejében. Először a déli pólus fogom befelé betolni, szerintem mindenki látja, hogy a déli pólusával betoltam, és elindult lefelé a mutató. Amikor kifele húzom, akkor pedig függőlegesen fölfelé jön. És akkor ezt meg lehet többször is tenni, megtehetjük azt, hogy lassan mozgatjuk, kifele is, befele is, meg azt is megtehetjük, hogy gyorsan mozgatjuk, kifele is, befele is. Ez azt jelenti, hogy amit tanultunk az indukcióról képletet, ugye az a delta phi per delta t hányadossal lesz arányos az indukált feszültség, ezt látjuk, hogy a fluxus jelen esetben ennek a rúdmágnesnek az összes erővonalból gyakorlatilag semennyi sincs benne. Amikor elkezdem beletolni, egyre több és több lesz, már benn van az összes. Ez azt jelenti, hogy ha lassan tolom be, akkor a fluxus változáshoz hosszú idő fog lenni, a delta t a számlálóban van, tehát akkor ez egy kicsi értéket fog adni. Ha gyorsan mozgatom, akkor pedig egy nagyobb értéket. Ha most egy sokkal erősebb, vagy egy sokkal gyöngébb mágnessel tenném meg ugyanezt, akkor ugye a számlálóról változtatnánk, és akkor többet vagy kevesebbet mérnénk. Meg lehet nézni, hogy az egyik pólus irányban, ha befele tolom, lefele megy, kifele húzom, fölfele jön, megfordítom, akkor pont az mínusz egyszeresére fog változni. Tehát azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. A következő, csavarunk egyet a dolgon, veszünk egy árammal átjárt tekercset, itt van ez egy szolenoid, még nem járta át az áram, de rövidesen átfogja, ugyanis csinálunk egy áramkört, az áramkörünk úgy fog kinézni, hogy elindulunk az áram forrás egyik sarkából, így, elmegyünk a
a szolenoid egyik pólusához, a másikhoz, utána megkeressük az árammérő műszerünket, az itt van. Megyünk az árammérő műszerbe, az árammérő műszerből pedig megyünk az áramforrás másik sarkába, az áramforrásunk zárt, ugyanis az árammérő műszerünkön átfolyó áram átfolyik a szolenoidon is, a tekercsen. Szerintem ez így jól látszik. Ja, ez is kell. Ez még fog kelleni. Jó. Tehát akkor ez megy a szabályzóba. Ez azért, hogy ne kelljen elképesztő áramokkal küzdenünk. És bekapcsoljuk, igen. Beállítjuk az áramot úgy, hogy itt pillanat, le akarom ellenőrizni, igen, itt most végkitérésben 6 ampernyi áram folyik. Jó, ez a lényege. Árammal átjárt a vezető, a tekercs, és ezt ugyanazt fogjuk elvégezni, amit elvégeztünk ezzel a rúdmágnessel. Fogom, beteszem, pontosan ugyanúgy mozdul el, mintha piros részét tenném be, csak abban a különbséggel, hogy sokkal gyöngébb. Jó? Tehát akkor ez egyértelmű. Ha fogom, megváltoztatjuk a gerjesztő áram irányát, most éppen ellenkező irányba folyik, akkor ez ugyanannak felel meg, mint hogyha az északi pólusát mozgatnám benne. Tehát akkor az árammal átjárt vezeték, vagy a tekercs helyettesíthet egy rúdmágnest. Ezt igazoltuk. Gondolom, hogy ez világos. Na most, ha valaki egy kicsit olvas, vagy hát az előbb láttuk, hogy az anyagok mágneses tulajdonságait, ha nem volt teljes körül, mert akkor még mindig arról beszélnék. Tehát a ferromágneses anyagok azok, amelyek ha betesszük a mágneses térbe, sokkal erősebbé teszik, akkor ez azt jelenti, hogy keresünk egy ferromágneses anyagot, keresünk, és ezt tegyük be a tekercsnek a belsejébe. És végezzük el a kísérletet pontosan ugyanúgy, ahogy az előbb. Tehát akkor úgy kezdtük, hogy 6 amper, betesszük ezt a ferromágneses anyagot, és megnézzük, hogy van-e különbség. És ha szerintem ordít a különbség, mindenki látja azt, hogy sokkal erősebb lett ahhoz képest, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel nagyjából megegyezik. Itt is megtehetjük azt, hogy fogja az ember, megváltoztatja az áramirányt, és pontosan ugyanannak fog megfelelni, mintha ebből az irányból, ebbe az irányba mentünk volna át. Megfordítottuk a tekercset. Szerintem ez is tök érthető. Na, az is látszik, hogyha egy helyben áll akár az árammal átjárt tekercs, akár rúdmágnes, indukált feszültséget nem látunk, hiszen a fluxus változás az nulla. Ha a számláló nulla, akkor biztosan nulla az egész. Ilyen egyszerű. Az a helyzet, hogy ilyenkor szoktam, amikor ide eljutunk, mondani, hogy vannak olyan hallgatók, akik gondolkodnak. Ezek a veszélyes hallgatók. De van, aki gondolkodik, és azt mondaná az egyik, hogy ha mit is csinált ez a karcsi gyerek? Azt mondta, hogy végezzük el a kísérletet ferromágnes nélkül, alig van effektus, elvégezzük ferromágnessel, irgalmatlan nagy az effektus. Mi lenne, ha nem a ferromágneses anyagot és a tekercset húznánk, hanem csak a ferromágneses anyagot? Hiszen ha megnöveli a mágneses teret, akkor ha eltávolítjuk, lecsökkenti. Visszadugom, világos, tehát akkor a fluxus változást úgy is el lehet érni, hogy ez a tekercs ez maga nyugalomban van ott benn, és csak a tekercsnek a vasmagját mozgatjuk. Ez is fluxus változás. Jó, tehát akkor szerintem ez egyértelműen látszik. És akkor lehet folytatni a dolgokat. A gerjesztő áramunk 3, tehát a 30-nál ez az 6 ampert jelent, és akkor, hogyha fogom magam és elkezdem csökkenteni, növelni, csökkenteni és növelni, akkor azt lehet mondani, hogy amikor a gerjesztő áramot megváltoztatom, a gerjesztő áram meg fogja változtatni a mágneses teret, és akkor ennek eredményeként feszültség fog indukálódni. Jó, tehát akkor tessék megnézni,
amíg változik a mágneses tér. Természetesen, hogyha az ember ezt rendesen megkutatja, akkor el fogunk jutni oda, hogy a mágnesezési görbét ismernünk kell, hogy azokon a részeken, ahol a mágnesezési görbe laposott, kicsi lesz a változás, ahol meredek, ott nagy lesz, tehát akkor ha egyenletesen tekerjük, nem lesz egyenletes a másik hozzá, de ez csak egy zárójel, ez azért itt még a, nálunk az elsőben, már úgy értem az első évfolyamos egy kicsit vastag ez, amit mondok, de követhető egyébként. Na, ami fontos, hogy valami haszna is legyen a fizikának, mert ugye akkor jó, hogyha valamit tanul az ember a fizikából. Beállítunk egy nem túl nagy értéket, ez ilyen durván 2 amper. Látjuk, hogy állandó az áramerősség, látjuk, hogy nincs indukált feszültség, és fogom, és így kikapcsolom. Irgalmatlan nagy lökés. Bekapcsolom, irgalmatlan nagy lökés. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha az áramköt bekapcsolom, akkor irgalmatlan gyors lesz a változás, és látjuk, hogy egy nagy feszültségugrás jön. Ha kikapcsoljuk, ugyanez. Hát ez azt jelenti, hogy ha egy eszköz fogja magát, nem is a konnektorból így kihúz, akkor, és van benne valami kis tekercs, induktivitás, már pedig a legtöbben van, akkor az egy ilyen indukció, egy ilyen tranziens fog eredményezni, ennek a tranziensnek a végeredménye pedig az lesz, hogy tönkreteheti az eszközt. Általában az elektromos eszközeink sosem akkor mennek tönkre, amikor használják, ha csak nem mondjuk egy fúrógépet befog az ember satúba és birkózik vele, nem engedi forogni. Tehát, hogyha nem így túlterheléssel tesszük tönkre, akkor jellemzően akkor szokott tönkre menni, amikor bekapcsolják, meg kikapcsolják. És akkor mondja a nagymama, hogy tegnap még működött, és látjuk az okát. Fizika van mögötte. Tetszenek érteni? Tehát ez a leglényegesebb dolog, hogy amikor az ember, ugye ott egy képlet. A képlet az hogy néz ki? Hogy az indukált feszültség arányos a mínusz delta phi per delta t-vel. És akkor megeleveredik a delta t, hogy lesz kicsi? Hát úgy, hogyha kihúzzuk a konnektorból. Akkor nagy lesz az indukált feszültség, az az indukált feszültség meg tönkre teheti az eszközt. Jó? Tehát akkor ez a következő része. Akkor szerintem ezen megint csak elköszönhetünk ettől. Gyorsan lebontom, és akkor elpakoljuk ezeket az eszközöket, és akkor nézzük a következő kísérletet. Ugye az indukcióról beszéltünk, és az indukcióról azt próbáltam ecsetelni, hogy ez egy, hát mondhatom, hogy a második világháború előttről származó eszköz, de hát ugye tudjuk, hogy Faraday már az 1830-as években az indukciónak nagyját már végigkutatta, tehát nem azt mondom, hogy akkor a legújabb eszközeink voltak a fizikaintézetben, de azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy szép, hagyományos eszköz. Akkor most pedig megnézzünk egy olyat, ami pedig azt fogja tenni, hogy egy modernebb eszközt veszünk. Már oszcilloszkóp is volt a második világháború környékén, tehát nem kell azon nagyon megijedni, hogy olyat hozunk, ami teljesen modern, de amit fogunk még használni, egy jelgenerátort, az is még egy fontos eszközünk lesz. Ez egy olyan jelgenerátor, ami azt tudja, hogy tetszőleges, egy megadott értéken belül tetszőleges frekvenciájú és széles tartományban változtatható áramerősségű. Ha úgy tetszik, még a hullám formáját is nagyon könnyedén tudjuk majd változtatni annak az eszköznek, amivel dolgozni fogunk. Hát megint előjön a Helmholtz-féle tekercspár. Itt van a Helmholtz-féle tekercspár. Bekapcsoljuk az oszcilloszkópot, bekapcsoljuk a jelgenerátort, és akkor az kell, hogy a jelgenerátorunkat és az oszcilloszkópunkat egy madzaggal összeszinkronizáljuk. Ez azt jelenti, hogy amikor az oszcilloszkópnak az a csíke elindul, látom, hogy úgy néztek, hogy mögém fixáltok. Elmondom, ez mit jelent egy tanárnak. A tanár nézhet így, de nézhet így is. Mi a kettő között a különbség?
hogy az egyik esetben a szemkontaktot keresem, a másik meg mögé fókuszálok, és az biztosan, hogy a diák nézi a tanárt, és így néz, akkor nem érti. Jó, tehát akkor ez egyértelmű szerintem. Jó, egy sugárról beszélünk, és akkor beszéljük meg, hogyha én letekerem egészen kicsire ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy egy pont szaladgál így végig a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy a vízszintes irányú eltérítésnél ez a pont egyenes vonalú, egyenletes mozgással mozog. Pont. Ha veszünk egy másikat, akkor lehet látni, hogy a pontunk még mindig egyenes, csak nagyobb sebességgel. Az egyik szélétől a másik széléig hamarabb fog elérni. Itt a következő, tehát akkor egyre jobban és jobban és gyorsabban fog mozogni, ami azt jelenti, hogyha most én egyre jobban és jobban megyek tovább, akkor azt látjuk, hogy egy idő után már egy olyan vonalunk van, amit már nem látjuk, hogy mozog. De tudjuk, hogy most is egyenes van egyenletes mozgás, tehát ez azt jelenti, hogy a vízszintes oldalunkon az az idő lesz. Jó, tehát ez egy fontos dolog. Jó. Akkor ez idáig megvan. Az, hogy két sugarunk van, azzal nem törődünk. És akkor amikor itt történik valami, akkor ahhoz ez a zsinór lesz, aki elindítja, hogy mindig ugyanabban a pillanatban indul, így kapunk állóképet. Jó, tehát ez a leglényegesebb dolog. Itt van egy áramkörünk. Ebbe az áramkörbe mindjárt mutatom, hogy mit látunk. Be van kapcsolva, elkezdjük ezt itt tekergetni följebb, és akkor azt látjuk, hogy az izzó lámpa egyre jobban és jobban világít. Tehát a feszültséget növeltem, a feszültség az azt jelenti, hogy egyre nagyobb lesz a körbefolyó áram. Ez az áramforrás, vagy ez a fényforrás, ez most jelenleg ampermérőként működik. Jó, tehát látjuk, hogy egyenletes az áramerősség, és hogyha szeretnénk meglátni, hogy milyen jelünk van, akkor ezt ide szépen fölrakjuk, és akkor itt lesz egy színuszos jelünk. Jó, ezt látjuk. Ebből a színuszos jelből elég sok mindent látunk. Ugye ez azt jelenti, hogy ez az amplitúdója a feszültség, ebbe az irányba pedig az idő. Ha valaki meg akarja érteni, hogy mit jelent ez, akkor ez a kar, amit én állígattam, ez a forgatógomb, ez az idő alapot állítja, és ide az van írva, hogy egy ilyen kis kockát mennyi idő alatt tesz meg. Hát ez azt jelenti, hogy ettől a ponttól eddig a pontig eltelt időt meg fogom tudni mondani mekkora. Érthető, nem? Na, ha ez megvan, akkor már csak az eszközünkhöz még ezt kell tudomásul venni, hogy itt van egy ilyen eszköz, egy ilyen, ez a hokedli sarkán reszelt tekercs, amit hozzá lehet kapcsolni a jelgenerátor, az oszcilloszkópunkhoz. Ugye egyszerűség kedvé áttesszük a másik oldalra, mert úgy lesz ez itt így. És akkor azt kell látni, hogy ez a tekercs belóg a Helmholtz tekercsnek a belsejében. Akkor ez azt jelenti, hogy ha nekünk ezek szerint az idő szerint változik az áram, akkor ez azt jelenti, hogy másodpercenként megfelelő irányba megfordul az irány ott belül a Helmholtz tekercsbe, vagyis a változó mágneses tér egy áramot fog nekünk generálni. Egy feszültséget, feszültséget, ha rákötünk fogyasztót, akkor lesz áram. Hát akkor most ide szépen rátesszük. Így. Igen. És akkor azt látjuk, hogy az a tekercs, amit betettünk, az valamiért ugyanakkor a frekvenciájú, az amplitúdójával most ne törődjünk, de hogy tényleg az a feladat, hogy én ezt fogom, mindent kiveszem, és akkor eltűnik. Jó, tehát akkor az okozat az, hogy csak ott a tekercs belsejében történik meg mindez, az azért látszódjék. Azt is meg lehet mutatni, hogyha én fogom ezt a tekercset egy kicsit így elfordítom, hogy legyen majdnem párhuzamos, akkor szinte alig lesz indukált feszültség, mert az erővonalak kevesebb számban metszik azt a felületet. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy legyen jó nagy. És akkor most azokhoz szólok elsősorban, akik egy kicsit emeltebb szinten is értik a matekot, aki nem érti, az majd legfeljebb utána néz.
Az első dolog, amit meg kell nézni, pillanat, igen. Jó, tehát az első dolog, hogy ennek a csúcsa, meg ennek a csúcsa nem együtt van. Jó. Így fordítom, jobban látod? Aha, jó. Tehát akkor ennek a csúcsa, ennek a felsőnek ez a gerjesztő áram, meg az alsónak a csúcsa nem együtt van, hanem az pontosan egy félperió, egy negyed, 90 fokkal lesz odébb. Ez azt jelenti, hogy egy induktivitás van, hát ennek szerintem tök lehet érteni, és ha valaki végig gondolja azt, hogy a delta phi per delta t tulajdonképpen egy deriválásnak az előzményeire mutat. Hát hogyha valaki fölfogja azt, hogy az indukciónál, amikor a delta phi per delta t-ből d phi per dt lesz, akkor egy derivált függvényt kell előállítani. Ha ez egy színusz, a színusznak, ha elkezdjük lederiválni, akkor kapunk egy hasonló függvényt, ami 90 fokkal odébb van eltűnő, az éppen a koszinusz lesz. Ugye szerintem ez egyértelmű. Van a Fizipédia BMEU oldalon, ez a kísérlet megtalálható. És azért állok itt meg, mert a Fizipédia BMEU-ra mostanában sokan panaszkodtak, pedig nem mi tettünk rossz fát a tűzre, hanem elmondom, 2010 környékén volt az, hogy a Fizipédiát megcsináltuk, és akkor nekem az volt a rögeszmém, hogy egy olyan platformot csináljunk, hogy egy frissen telepített Windows saját média lejátszója, bármiféle kodek meg plugin nélkül működjön. És akkor kiválasztottuk az OGV szabványt. És a Wikipedia BMEU-n az összes film OGV-ben van fönn. Az OGV-t sajnos nem úgy fejlesztették, ahogy vártuk, és mára az Edge és a Chrome azt mondta, hogy az OGV szabványú filmeket nem engedi lejátszani. Ez van tavaly október óta. Úgyhogy tegnap még a Firefoxon működött, tehát hogyha valaki meg akarja nézni a filmeket, vagy Firefoxot választ, vagy letölti a filmeket, és a saját lejátszójával, mondjuk a VLC playerrel lejátsza. Jó? Érthető, amit elmondtam? Jó. Ha valakinek nem világos, akkor nyugodtan írjatok egy levelet, leírom ezt akár szóba is. Tehát a leglényegesebb dolog, hogy azt mondták, hogy ezen az OGV szabványon vannak lyukak, ilyen biztonsági lyukak, be lehet rajta törni, és ezért letiltották. És nem hagyják meg a lehetőséget arra, hogy ez maradjon. No, tehát akkor ott tartunk, hogy amikor ideig eljutunk, akkor azt mondom én a filmben, hogy végy egy könnyen deriválható függvényt. Ugye a színusz az majdnem az első között tanuljuk a függvényeknél, amikor deriválni tanulunk. Hát akkor ez, és akkor rögtön lehet látni a színusznak a deriváltja, a koszínusz lesz. Na, a jelgenerátorunk, amely az izgalmas, hogy meg tudjuk tenni azt, hogy a jelgenerátorral, ezt most még egy picit innen kiveszem, de csak azért, mert egy ravasz ember vagyok. Jó? Tehát akkor itt van a jelgenerátorunk, és a jelgenerátorunkkal meg tudjuk tenni azt, hogy azt a jelformát, amit ismerünk, azt szépen megváltoztatjuk, és a színusz helyett, vagy a trigonometrikus görbe helyett veszünk egy ilyen speciális függvényt. Ezt ilyen fűrészfogjelnek hívják, hogy miért azt tessék ránézni. És akkor az a lényeg a dolgoknak, hogy ez, ha függvényként nézzük, ez nem merel még mindenben, hogy deriválható, hiszen vannak olyan pontjai, ugye a felső meg az alsó csúcsok, amelyek ott lokálisan nem deriválható. Mert a jobbról és a balról vett szélsőérték, vagy érték az nem ugyanazt fogja adni. Ez szerintem, aki már látta ilyet, az tudja, miről beszélünk. Meg tudja nekem mondani valaki előre, mi lesz ennek a deriváltja? Van-e valaki itt? Most kivételesen a diákokat szeretném feszegetni, hát azon, hogy tanárok meg az egyéb rossz arcok tudják. Szóval, tessék, kicsit hangosabban, mert süket a bácsi. Négyszögjel, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát hogyha megnézzük, mutatom, hogy ettől az alsó ponttól eddig a felső pontig egyenletes a változás. Ennek a deriváltja, ez egy konstans érték lesz. És ez azt jelenti, hogy ez pozitív, ez pedig negatív. És ennek eredményeként, hogy tényleg négyszöggel, tessék megnézni, megnézzük, ide beteszük, négyszög vagy nem négyszög. Szerintem az. Tehát igazából ezt nem szoktam megnézni, már csak azért is, mert tudom, hogy csak négyszög lehet.
Jó, tehát akkor ez egy olyan dolog, hogy ez egy viszonylag modern kis, hát ugye mondtam, hogy olyat mutatunk, ami nem sok helyen van meg, és ami régi, meg új, tehát akkor ezt így tessék fölfogni ezt a dolgot. Oké, menjünk tovább, akkor ez szerintem meg volt. És így, né? Elpakolunk mindent, és Atyaisten. Az a baj, mindenki láthatja, hogy az idő az úgy megy, mint ahogyan nem kéne. És hát még a felén se tartunk a legnagyobb bánatomra, de ez marad itt, ez még lehet, hogy fogjuk használni. Ezt meg visszük el. Ugye az nagyon fontos, ha már itt az oszcilloszkóp itt van, akkor szerintem, akkor egy másik ehhez hasonló kísérletet még azért hadd mutatok meg, ami szerintem modern, és nem csak hogy modern, hanem ráadásul sokat mond arról, ami értenek kéne. Egy másik jelgenerátort hozok, hogy miért ennek politikai okai vannak. Ez sokkal könnyebben be lehet hangolni arra, amire én szeretném. És magát az eszközt, amit megmutatok, ez az indukciótól meg mindentől eszméletlen távol van, de oszcilloszkóp kell hozzá, tehát ez mindenképpen izgalmas. Tehát akkor a jelgenerátorunk, amit szeretnék megmutatni, megint csak az lesz, hogy összeszinkronizáljuk a jelgenerátort és az oszcilloszkópot. És az a jel, amit vizsgálni fogunk, az itt látható. Igen, és egyelőre ezt most húzzuk itt ki, és nem csak, hogy látjuk a jelet, hanem halljuk is. Maga az eszköz úgy hívják, hogy Quincke-féle cső. A Quincke-féle cső az úgy néz ki, hogy itt van egy teljesen hasonló geometriájú eszköz, ami egy hangszóró. A hangszórónak a frekvenciáját leolvashatjuk, ha nagyon akarjuk, az oszcilloszkópról. Látjuk az amplitúdót, látjuk a frekvenciát, és ebben a csőből jön ki egy hanghullám. Nem ebből, hanem egy ilyenből, ebből. Itt van egy osztás. A hullámfrontot két felé osztjuk, tehát kettő darab cső található itt, és ez azt jelenti, hogy egy része ezen az úton megy, és eljön idáig, a másik pedig ezen az úton, és eljön idáig. Akkor ez azt jelenti, hogy ami ide kijön hang, azt most halljuk. Elkezdem ezt így mozgatni, és halljuk, hogy hol erősebb, hol halkabb. Ugye? Tehát ez az, amit látunk. Most akkor nézzük meg, hogy mi az oka. Ugye, ha meggondoljuk, az egyik egy hosszabb úton, a másik egy rövidebb úton fog itt, tehát együtt indulnak, az egyik egy hosszabb út. Meg tudjuk azt változtatni, hogy a két hullám, ami ide érkezik, különböző fázis helyzetben találkozzanak. Ha megegyező fázis helyzetben találkoznak, akkor erősíteni fogják egymást. Ha ellenfázisban, akkor kioltani, és hogyha kettő között van, akkor attól függően, hogy milyen állapotban vagyunk, növekszik, csökken az amplitúdó. Ez az, amit szeretnénk ezzel az eszközzel megmutatni. A másik jelgenerátorunk, az oszcilloszkópunk másik pontjához hozzá kapcsoljuk ezt a mikrofont, tehát most már nem bízzuk a fülünkre. Itt szépen elhelyezzük. Most már csak annyit kell tenni. Amikor legyen kontakthibás, ha nem most, a frász járja körül ezt az eszközt. Na, tehát... Kellett nekem ezt piszkálni.
Mindjárt... Ah, megvan. Jó, akkor azt, hogy egy kicsit nagyobb legyen, azt meg tudjuk állítani. És akkor most azt fogjuk csinálni, az egyik úthosszat elkezdjük növelgetni és csökkenteni. Tehát akkor innen indulunk, ez az alapállapot. A kettő megegyezik. Elkezdem tolni, tolom, csökken. Egyre kisebb és kisebb lesz, míg nem teljes egészében ki is lehet oltani. Most csak annyit kell megmérni, hogy ez, amit én toltam, ez mennyivel ment följebb, annyival lett hosszabb az út, annak a kétszeresével. Egész pontosan. Tehát egy interferencia kísérletet látunk, egy nagyon egyszerűt. Azért egyszerű, mert viszonylag nem kell ilyen térbeliséggel mi egymással tenni. Az itt keletkező hullámok, azok ilyen sík hullámok, frontoknak kezelhetők, tehát nagyon könnyű vele való bánás. És hát ez azt jelenti, hogy itt van egy beosztás, egy milliméter beosztás valamelyik oldalon, talán ezen, mindegy. De a lényeg az, hogy a mérési lehetőségünk az, hogy megnézzük, hogy mennyit kell elmozgatni. Ha tovább megyünk, természetesen akkor ez növekedni, és akkor fogja magát az ember, megint kezdi azt, hogy most megkeressük, hogy mikor egyenesedett ki teljesen. Ez a következő. A legprecízebb, amikor két nullától nulláig mérünk, mert a tetejét az, hogy mikor a legnagyobb, azt nem olyan könnyű megtalálni, de nullától nulláig azt igen. Miért is van? Csak azért, mert a harmonikus függvény a nullát menetnél ott a legmeredekebb, ott kell mérni. Tetszenek érteni, miről beszélek? Hogy ha meggondoljuk, amikor, hogy világos legyen mindenkinek, itt fönt egy nagyon pici változással alig érünk el amplitúdó változást. Itt a közepén, ahol az átmenet van, ott lesz a legnagyobb, ott lehet legkönnyebben, a legnagyobb pontossággal mérni. Természetesen, ha tovább toljuk, akkor megint az lesz, hogy növekszik, és hát a következő kioltásig már nem jutunk el. Szerintem ez így nagyon szépen látszik. Amit még érdemes megnézni, hogy ide elhelyeztek két darab csapot. Ez azt jelenti, hogy ezeken a csapokon keresztül ezt a rendszert föl lehet tölteni bármilyen gázzal. És akkor a különböző gázokban a hangterjedési sebesség mérése ilyen módszerrel történik. Nem azon, hogy egész termet töltjük föl, hanem elég csak azt a csövet. Jó, tehát ez mindenképpen érdemes. Jó, akkor ez, szerintem ez is megvan. Túléltük, legalábbis a kontaktiva megjavult. És akkor fölkapom az egészet és visszatesszük a helyére. Nem tudom, mennyi ideig szavaznak, mennyi időt, tehát mikor fejezzük be az órát, ezt kéne eldönteni. Én még 8-ig is tudok kísérletezni. Jó. Az az igazság, hogy nekem az a heppem, hogy az frusztrálna, hogyha úgy fejeződne be, hogy már nem tudok mit mondani. De hogyha még itt van 67 kísérlet, akkor kimondottan jól érzem magam. Tehát, de hát ez már csak egy ilyen hardware hiba. Úgy. Akkor ez is elment. Az indukcióval fogunk még egy kicsit foglalkozni, mert az indukció az olyan izgalmas. Igen. Az indukcióhoz tartozik egy olyan műszer, ami hát azért izgalmas, mert ezt a galvanométert ez bárki megveheti, ezt viszont egy itt végzett hallgatón készítette. Ez egy műszererősítő. Ez azt jelenti, hogy az itt bejövő jelet akár tehát tetszőleges nagyságban lehet szabályozni, de itt már be van ez állítva, tehát ezzel fogunk tudni majd méricskélni. Amit fogunk mérni, az a következő. Tehát, ha már az indukciót végig akarjuk nézni, akkor veszünk egy rúdmágnest, ennek a pólusaira teszünk ferromágneses anyagokat, amely ferromágneses anyagokban szeretnek a mágneses erővonalak menni. Tehát ott szeretnek lenni. Ha ezt a kettőt így megnézzük, akkor ez a kettő, ez a két lap párhuzamos egymással, és az erővonalak nagyjából ezekre merőlegesek, és
valamilyen közelítéssel még homogén is. Akkor most jön az, megkeressük a hozzávaló keretünket. Tehát ezek úgy születtek ezek a kísérletek, hogy valaki az intézetünkben megnézte a Budó kísérleti fizikát, és megcsinálta az eszközöket. Nem én voltam, én értem, akkor ezt már mi együtt fejlesztgettük a hallgatóval, és akkor a következőt kell látni. Akkor itt van egy olyan keret, amely részből van, vörös részből van megépítve. Ez az a keret. Itt ez a része megy a mérőműszerhez, és ezzel a kerettel ezt az oldalát lehet mozgatni. Ez azt jelenti, hogy ha itt ezen a területen homogén mágneses tér van, akkor ha én ezt így összezárom, akkor csak ezt a részét kell számolni az erővonalak szempontjából, hogy egyre följebb és följebb, tudom, egyre több és több erővonal lesz. Ha csökkentem, így fogunk fluxusváltozást elérni. Akkor nézzük meg, bekapcsoljuk, és akkor elkezdem mozgatni, és szerintem jól látszik, hogy én fölfelé húzom, a területet növelem, egyre több és több erővonalat ölelünk körbe, kimozdult az elő, a mutatónk abba az irányba, a másik irányba teszem, akkor a másik irányba mozog. És akkor meg lehet mutatni fölfelé, lefelé, fölfelé, lefelé. Menjünk tovább, mert szerintem ez van olyan jó, hogy érdemes ebben foglalkozni. A többit azt majd végig lehet otthon még gondolni, hogy mit lehetett volna még itt megmutatni ezekkel. Amit én hoztam ezt a vezeték darabot, az az, hogy bíráljuk meg ezt a kísérletet. Lehetséges-e, hogy itt a vezeték hossza fog játszani? A kétkedő emberben fölmerülhet a kétely, hogy hát lehetséges, hogy nem is a terület számít, hanem hogy ez a vezeték milyen hosszú. Hát akkor itt van ez a vezeték. Ennek a hosszát meg tudom változtatni, de akkor az megszakad, tehát magyarul, és nem túlzott a hosszam, tehát akkor azt mondom, hogy ezt a vezeték darabot fogjuk ide bedugni, így, és akkor azt mondom, hogy így nagy a területe, így meg kicsi. Így nagy a területe, így meg kicsi. Nézzük meg itt, nagy a területe, így meg kicsi. Tehát ez azt jelenti, hogy akár az integrálást is meg lehet tanulni ezen a görbe körül. Jó, tehát akkor egyik irány, másik irány. Egyik irány, másik irány. Ha már itt van a kezemben ez, akkor azt kell mondjam, hogy a delta phi per delta t nélkül is meg lehet érteni az indukciót. Mit mondanak? Azt mondják, hogyha van egy töltött részecske. A töltött részecske bemegy egy mágneses térben, az el fog térülni. Attól függően, hogy milyen a töltött részecske előjele, a mágneses tér iránya, körpályára fog kerülni, ugye, az világos. Ez azt jelenti, hogy itt van ez a vezeték, ebben a vezetékben biztos, hogy vannak szabadon elmozdulni képes elektronok. A mondás valahogy úgy van, hogy nem minden arany, ami fénylik, de biztos, hogy van benne néhány szabad elektron. Ez a mondás, ezt tessék megjegyezni. Tehát itt van ez a vezeték, és ha ezt a vezetéket én ebbe az irányba mozgatom, akkor a mágneses erővonalakra merőleges lesz az összes szabad elektron. Ebből mi következik? Az egyik irányra ki fogja lökni a Lorentz erőt, tessék megnézni, és akkor azt látjuk, hogy az erővonal, tehát a galvanométerünk mutat, ez azt jelenti, hogy a vezeték egyik végén ott elkezdenek tombolni az elektronok, a másikon meg hiány van, és akkor ezt feszültségnek hívjuk. Elektron többlet és elektron hiány. Nagyon egyszerű a történet, hát így is meg lehet érteni az indukciót, mint jelenséget. Ugye a Schweiger volt az, aki a hatások megsokszorozásának elvét kimondta. Ő mondta azt, hogy ha vesszük ezt a vezetéket, és akkor egyre több és több ilyen hurkot csinálunk belőle, így, és akkor ezzel is kísérletezhetnénk, de én ezt legyártottam, tehát van itt egy 50 menetes tekercs. Jó, tehát akkor ezzel fogunk a továbbiakban kísérletezni. És ez azt jelenti, hogy a homogén mágneses térbe betesszük ezt a tekercset, és a tekercs úgy van megépítve, hogy igen, hogy ez pontosan így körbeforgatható. Ugye a felület az állandó lesz,
a felületnek a normálisa fog változni. Erre is van egy vicc. XY tanár miért nem merőleges a táblára, tudjátok? Hát mert nem normális. Ha? Na jó, tehát akkor nem kellett volna. Na mindegy. Tehát akkor ez azt jelenti, ide beteszem és elkezdem forgatni, és akkor látjuk, hogyha egyenletesen forgatjuk, akkor egy harmonikus rezgő, egy harmonikus feszültség alakul ki, így állítunk elő váltóáramot. Jó, tehát ilyen egyszerű a történet. Jó. Van egy olyan eszköz, amire azért vagyok büszke, mert olvastunk az orosz tanárúrral egy cikket, és utána leültünk megbeszélni, és mondtuk, hogy ebből csináljunk egy eszközt. Az az eszköz arról szólt, hogy na mindegy, mutatom az eszközt, és akkor mindenki fogja érteni. Itt van egy maga az eszköz. Tehát itt a műhelyben talált mindenféle hulladékokból ütöttük össze. Elmondom, mit látunk. Ezen az oldalon itt látunk egy réztömböt, ami azt jelenti, hogy itt van egy érintkezője ezen a nagyobbik átmérőn, és itt van egy másik érintkezője ezen a kisebbik átmérőn. És ez a résztömb, ez forgatható, ugye látszik, hogy forgatható. Ott talán látszik. Na most, a résztömbbel átelemben itt pedig egy mágnes lesz, amit tudunk forgatni. Ez egy korong alakú mágnes, aminek az az egyik az északi, a másik a déli pólusa. Tulajdonképpen rájöttem, hogy miért is ne rajzolnám én ezt le. Tehát, ez azt jelenti, igen, tehát itt van az egyik szereplőnk, ugye itt van egy, meg itt van egy érintkező, és ide fogunk tenni egy galvanométert. Így. Ez lesz, itt van csapágyazva, tehát ez gyakorlatilag e körül, a tengely körül, vagy ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba fog forogni. Ez gondolom ideig érthető, ez található ezen az oldalon, itt vannak az érintkező kivezetései. Utána ide teszünk egy mágnest. Ennek a mágnesnek is van egy tartója, hogy ezt lehessen forgatni. Itt van a csapágy, itt van a tengelye, így, itt a csapágy. És a leglényegesebb dolog, hogy ez a déli oldala, így, és ez pedig az északi oldala, így ittni. Így. Akkor még hozzáteszem, hogy ez úgy vásároltuk meg, hogy ez egy korong alakú mágnes, tehát valóban letettem én ide egy korongot, aha, itt van. Hát egy korong alakú mágnes, egy ilyesmi korong alakú mágnesről beszélünk, amit a tengelye körül tudunk így forgatni. Egyik oldala északi, a másik oldala meg déli. Jó, tehát akkor ugye ezt is lehet vagy ebbe az irányba forgatni, vagy ebbe az irányba forgatni. Ez legvilágos. Ugye az északiból jönnek az erővonalak, tehát hogyha megkérdezi valaki, akkor ennek ilyen a mágneses tere, ami azt jelenti, hogy igen, tehát itt erre mutatnak a nyilak. A mágneses erőtér hengerszimmetrikus. Jó, és e körül a hengerszimmetrikus mágnes, tehát úgy fogjuk forgatni, a szimmetria tengelyén forgatjuk. Ez fontos, ezt érdemes megtudni. Na most azt fogom tenni, hogy ide kapcsolom ezt a galvanométert. Itt ide kapcsoljuk a galvanométert. Így. És ezek után, amikor én ezt a hallgatóinknak szoktam mutatni, mindenkinek mondom, hogy vegyen elő egy papírt, rajzoljon egy kis táblázatot, és a táblázatban írja be előre, hogy mi fog történni. Tehát akkor világos, hogy mi lesz. Elsőként meg fogom tenni, hogy forgatni fogom ezt a fémet. Ezt. Az lesz az első. Vagy erre forgatom, vagy erre forgathatom jobbra-balra, lassan és gyorsan. Mit fog mutatni a műszer? Tessék leírni. Jó? Ez az első. Utána, ha ez megvan, akkor ezt nem bántom,
csak és kizárólag a mágnest fogom forgatni. Jobbra, balra, lassan és gyorsan. Majd a legvégső esetben a kettőt szinkron mozgatjuk. Jó, tehát ez az izgalmas. Tessenek gondolkodni. Ha van papírjuk, írják föl. Már van körülbelül 2,5 másodperc, hogy megtegyék a tétjeiket. Helyre, tétre, befutóra. És hogy mindenki jól lássa, ez még villanyt is gyújtunk. Tehát, hogy ezt a műszert mindenki jól lássa. Jó, tehát akkor miről beszélünk? Elsőként meg fogjuk forgatni a résztömböt, a sárga résztömböt. Megforgatom az egyik irányba, megforgatom a másik irányba, és látjuk egyszer jobbra, egyszer balra tér ki, vagy egyszer balra jobbra, hát most tök mindegy. Jó, ez egyértelmű. Ezt úgy hívják, hogy a unipoláris indukció, Faraday-féle unipoláris indukció, nem túl nagy feszültség, de irgalmatlan nagy áramokat lehet csinálni. Amikor még a félvezető technika nem volt meg, ilyen unipoláris indukcióval állították elő a galvanizáló műhelyekben az áramot, az egyenáramot. Volt egy váltakozó áramú motor, az jó megpörgetett egy ilyet, beletették mágneses térbe, és két pontjáról levették az áramot, akár 2-300 amper alatt is lehetett csinálni. A galvanizáló műhelyekben erre van szükség. Hát akkor látjuk, hogy az egyik irányba forgatva ide megy, másik irányba oda megy, és ha egy nagyon lassan forgatjuk, akkor kicsi lesz a kitérés. Jó? És a másik irányba akkor meg... Most jön akkor a mágnes forgatjuk. Tessék figyelni. Jó, megforgatom, és tegye fel a kezét, aki ezt írta. Igen. Rossz a műszer, vagy valami más van? Ugye a delta phi per delta t az az, ami itt számít. Amikor az ember Michael Faradaynek az erővonalival szemléltet, hajlamos az ember azt gondolni, hogy az erővonal az együtt forog a mágnessel. Nem. Az erővonal az tulajdonképpen az egy... A következőt tudja. Ugye az erővonal az azt fogja megmutatni nekünk, hogy ebben a pontban mekkora a B térerősség nagysága, iránya és irányítottsága. Ugye a vektort úgy szokás megadni, a B vektort meg lehet úgy adni, hogy megadjuk a BX-et, a BY-t és a BZ értékét. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség úgy is megadhatjuk, hogy megadjuk a B, mondom a B-nek az abszolút értékét, és megadunk két szöget. Így. Yeah. Ugye megadjuk a nagyságát, az abszolút értékét és az irányát, irányítottságát. Na most ez azt jelenti, hogy ezeket úgy lehet szemléltetni, tehát nem ettől most elköszönünk, tehát most nem erről beszélek, hanem erről, hogy ahol a B nagy, az abszolút érték, oda sűrű rakunk erővonalakat. És az erővonalakhoz húzható érintő iránya fogja megadni. Tehát, hogyha ebben a pontban nézem, akkor ennek ez lesz a hajlásszöge, ebben a pontban meg az lesz a hajlásszög. Érthető? Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor én ezt megforgatom, akkor nem így forog az egész, hanem ha a henger, tehát a hengerszimmetrikus testet, a henger szimmetria mentén forgatom, akkor nem lesz változás. És ezt mutatja ez a nyomorult műszer. Egy dolgot nem tudok kihagyni. Nem szeretek fórumozni, de eljutott hozzám, mert valaki megírta, hogy van egy fórum, ahol felledje homály, úgyis magára fog ismerni, akik vizetni akarok, hogy levéztek, hogy nem értem a fizikát ennek kapcsán. Jó? Tehát most elmagyarázom neki rendesen, és innen is csókoltatom, és tanuljon fizikát, és lehetőleg olyan forrásból tanuljon, ami fontos. Na, akkor megértettük, hogy miért nem lesz a mágnes forgatásával, miért nem lesz indukált feszültség. Mondok egy dolgot. Ha én ezt fognám egy kicsit, és eltolnám jobbra-balra, akkor már nem lenne pont a kettőnek szimmetrikus. Vagy hogyha úgy ütnénk fel a mágnest, hogy itt lenne az északi és ott meg a déli pólus, akkor az egészen más lenne. Tehát teljesen egyértelmű, hogy úgy forgatjuk, olyan speciális helyzetet találtunk ki. Egyébként, amit az oroszlánra találtunk cikket, az úgy nézett ki, hogy van egy homogén tér, és abban a homogén térben így mozgatunk egy keretet,
És abban a keretben, hogyha tényleg homogén, akkor nem fog indukálódni semmi. Pedig az erővonal meccés látszólag mi hétre jön. Mi ezt megcsináltuk forgó, tehát én kitaláltam, hogy lehet megcsinálni forgásra. Na, mi fog történni, amikor együtt forgatjuk a kettőt? Tegye fel a kezét, aki megmeri válaszolni. Vagy gondolja, hogy tudja a választ. Hát, tessék? Na, nézzük meg, hogy mi történik, és utána keressük meg a magyarázatot. Tehát én fogom, és együtt mozgatom. Tehát az, hogy a mágnes forog, nem csak az számít ebben a kísérletben, hogy a rész forog, vagy nem forog. Ilyen egyszerű történik. Jó? Egyébként mondom, aki ezt végig gondolja, megérti, az már egészen közel tud, hogy az indukcióról sok mindent tud. Mindent még nem, de sok mindent már igen. Jó. Az a helyzet, hogy csak ma elmentem az egyik ismerősömhöz, akivel jóba vagyunk, és hát nem is tudom, mikor kísérleteztem utoljára száraz jéggel, de most hoztam egy csomó száraz jéget, és szeretném ezt megmutatni ezt a kísérletet, mert a száraz jég ez egy olyan, ami tényleg mondhatjuk, hogy figyelemre méltó, és akkor igen. Az első az lesz, hogy itt vannak a lombikok. Ugye a száraz jéget tilos kézzel megfogni, de ebben ne törődjön senki, a tanárokra semmi sem vonatkozik. Még az se, hogy embernek kell gondolni. Jó. Hát akkor ide betettük ebbe a két lombikba valamennyi száraz jéget, és ez a száraz jég, mint látjuk, illetve mint nem látjuk, ez szublimál. Ez azt jelenti, hogy az itt levő szilárd halmazállapotú anyagból keletkezik gáz. Egy szintelen, szaktalan, általunk nem érzékelhető gáz. Az a kérdés, hogy tegye fel a kezét, aki ezt elhiszi nekem. Úgy látszik, már többen látták ezt a dolgot, vagy nem hisznek még mindig. Van ilyen. És ilyenkor szokták azt mondani, hogy keressünk egy detektort. Egy gázfejlődés jelző detektort. Hogyha van ilyen, akkor ez nagyjából így fog működni. Jó, tehát van még egy. Oké. Tehát akkor ez a két gázfejlődés jelző detektor mutatja azt, hogy tényleg keletkezik gáz, mert hogyha gáz keletkezik, akkor az a léggömböt föl fogja újni egyre nagyobbra és nagyobbra. Na most, amit szeretnék megmutatni, ugye a száraz jégről azt tudjuk, hogy 78 és mínusz 78 és fél fokon szublimál, normál légköri nyomáson, ez fontos. Normál légköri nyomáson szublimál, bocsánat csak, de leraktam valamit és elfelejtettem visszahozni. Úgy. Szóval, amit szeretnék megmutatni, az a következő. Veszünk egy kis edénykét. Ez az edényke itt látható. Ez az edényke vastagfalú, és ebből szokták a fél literes palackot fújni. Hát ezt fröccsöntéssel gyártják, utána elviszik oda a palackozó üzembe. A palackozó üzemben ezt fölmelegítik több mint 100 fokosra, ilyen 200-val 300 fok körül, és utána nagy nyomású levegővel fölfújják egy üregben, és akkor adja meg az üreg a palacnak a méretét és az alakját. Ezt palackfújásnak hívják. Azért a palackozó üzembe csinálják, mert ez rögtön fertőtlenít is. Tehát, hogyha fölfújnák, akkor először sokkal nagyobb teherautóval lehetne elvinni. A másik pedig, hogy pillanatokon belül szennyeződne, tehát ilyen mindenféle
baktériumok és egyéb kórokozók terelnének benne. És amikor ezt megfújták a szapalackot, kb. 10-15 másodperccel később már benne van a folyadék, és zárják le. Jó? Tehát ez a lényeg. Ez egy viszonylag kis lyuk a közepén, tehát oda egész biztosan én nem tudok benyúlni az ujjammal, mert vastagak sokkal, tehát a kis ujjamnál légnyom lyuk van. És keresek egy szép nagy száraz ég darabkát, vagy lehet, hogy kettőt, és ezt én ide szépen bezárom. Így. És ezt lezárjuk. Ugye itt szabadon tágul, itt viszont nem tud szabadon tágulni, hiszen ez a vastag falu edény nem fogja hagyni, hogy táguljon. Nem fogja hagyni, hogy táguljon. Én ezt ide lerakom, és hogyha nem jól áll, kedves Lajos, akkor leszel szíves megmondani, hogy hogy állítsam be. Jó? Tehát akkor ez így néz ki. Azt látjuk, hogy ott van egy száraz ég darabka, és az a száraz ég darabka ugyanúgy sublimál, mint itt kezdetben, csak a belőle keletkező gázok növelik a tartályban a nyomást. Nyomást is, és a hőmérsékletet is. A nyomás és a hőmérséklet, ha növekszik, akkor a száraz éggel kapcsolatos dolgaink más térmát fognak váltani. Tehát egyelőre még nem látunk semmit, azt fogjuk nem sokára látni, hogy itt az oldalán már elkezdi nedvesíteni az edényt. Ha lehet, kérnem, Lajosnám, egy kicsit, úgyhogy ez legyen a képernyő alja és teteje, ha rá lehet úgy menni. Aha, ott úgy. Még egy kicsit, aha, hogy kéne állítani? Így jó, ugye? Így most teljesen. És akkor azt fogjuk látni nem sokára, hogy a száraz ég, itt mutatom a közelülőknek, a száraz ég, tartsad létre, stepír nekik oda, jó? Ugye lássák. Tehát, hogy a száraz ég elkezdi nedvesíteni az edényt, és elkezd lefelé csöpögni egy folyadék. Ott érdemes nézni, és ott alul pedig egyre több és több, ott nagyon szépen látszik. Jó? Na most akkor mit lehet erre mondani? Hogy erre azt mondják, hogy olvad, hiszen egy szilárd anyagból folyadék keletkezik, itt pedig ebbe a folyadékba buborékok jönnek fölfelé, vagyis forr. Ha valaki bemenne, hőmérővel megmérni az olvadás és a forrásnak a hőmérsékletét, azt találna, hogy ugyanaz. Ez a hármas pont egyébként, ahol vagyunk. Ebben a hármas pontban, ugye három halmaz állapot van együtt, a három halmaz állapot, az a lényege, hogy mielőtt eltűnik a szilárd halmazállapot, addig kérem vissza, mert akkor föl fog robbanni. Jó? Hát egészen addig, amíg a hármas pontban van, addig mínusz 55,4 Celsius, mehet. Nem azt mondtam, hogy ez robbanni fog, csak ha eltűnik a szilárd halmazállapot, akkor kérem vissza. Jó? Tehát addig vigyáz ránk a fizika. Na most, mínusz 55,4 Celsius fok, és bár. Ezt ki, simán kibírja. Ugye szerintem jól látszik, és akkor most érdemes ide nézni, mert én hoztam ide egy csavarhúzót, azért, hogy ki tudjuk nyitni ennek a kupaknak a tetejét, és akkor a következőt fogjuk csinálni. Letörlöm az edényt, megnyomjuk ezt a szélepet, és elkezd forrni. Tessék nézni, úgy forr, mint a fene. Olyan hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Teljesen megfagyott. Jó? Egyébként ezek jóval korábban kezdték, ezekben folyadék semennyi nincs. Az meg már egyszer megolvadt, ugye ez sem. Na jó. Amit ér, megvan még a három halmaz állapot? Legyen meg, mert különben csúnya világ lesz. Azt kell, hát 64 légköri atmoszféra nyomás van, tehát 64 bár fog kialakulni rövid időn belül, azt ne várjuk meg, mert én biztos, hogyha ezt látnám, akkor lefeküdnék az asztal alá, hogy a repeszek ne találjanak el. Tehát, ugye most többnek tűnik a széndioxid ebben az edényben, de nem több, hanem porózus, belefagytak a buborékok, és ezért lesz több, vagy ezért látszik többnek. Ami fontos, tessék megnézni, hogy amikor elkezd növekedni a nyomás, kérném vissza azt az edényt, jó? Ami biztos. Hát, tudják, én már megfújom a hideg gyümölcslevest is. Jó?
Még éppen jókor. Na, tehát akkor tessék figyelni, még ott van Szilárd, úgyhogy nincs ebben tennivaló. Engedjük ki, így, szépen megfagyasztjuk, úgy. Olyan eszméletlen módon forr, hogy megfagy közben. Úgy. Ha ezt most kibontjuk, akkor fogjuk látni, hogy szénsavfó keletkezett. Ide teszem, kedves Lajos, ide. Szénsavfó keletkezett, ami hát ilyen gyúrható, mint egyébként a hó. Egyébként, hogyha a jóisten, ezt most idézőjelben mondom, egy kicsit nagyobb bolygót adott volna nekünk, nagyobb lenne a légnyomás, akkor láthatnánk széndioxidot folyadékhalmazápolva, ugyanúgy, mint vizet is. De ahhoz kellene legalább 55, mínusz 55 fok és olyan 5,5 bar nyomás. Azért a légköri nyomás annyi lenne, akkor lehet, hogy mindannyian nem élnénk. Tehát nem úgy meghalnánk, hanem ki sem alakulhattunk volna talán. De most itt szerintem jól látszik, hogy ez a szénsavfó elkezd összeroskadni, és egyre jobban és jobban olvad, ott az alján már megjelent a... Ez ugyanaz, mint, hát nem tudom, ki emlékszik a telekre, én még emlékszem, mert öreg ember vagyok, hogy ugye leesett a hó, minden hófehér volt, így is hívták, és akkor jött a nap, mert rásütött, és akkor a latyak keletkezett, és nem szerettünk belet laposni. Ugye itt a tetején még van ilyen kásás, szürkés hó, és az alján ott a latyak. Hát a fene ott teszi meg, ugye? Na jó, hát akkor itt idáig jutottunk el, és akkor megint megnézhetjük, hogy forrás közben hogyan fog ez a széndioxid megfagyni. Megnyomjuk. Itt van, most nem engedem olyan gyorsan, hogy jó követhető legyen a dolog. És hogy nehogy elfeledkezzek róla, most kinyitom, ami biztos alapon. Megmutatom, hogy itt a széndioxid. Na, akkor ez is megvan. Szeretjük az irreverzibilis folyamatokat, a reverzibiliseket. És akkor itt van az az edény. Ebbe az edénybe teszünk egy kis cseppfolyós nitrogént. A mínusz 78,5 foktól lényegesen hidegebb. Mínusz 196 Celsius fok hideg. Ide szépen én aláöntöm. Így. És akkor tulajdonképpen körülbelül egy centinyi nitrogén áll ebben az edényben. Egy centi vastagságában le fog hűlni ennek az edénynek az alja. Tehát körülbelül így idáig. És az a része, ahol a mínusz 78,5 fok fölé fog, vagy alá fog hűlni, az a részén megkezdődik a széndioxidnak a resublimációja. Tehát a gázból egyből szilárd keletkezik. Kiveszem, és akkor szerintem jól lehet látni, hogy itt van, eddig ért a fürdő. Ha tovább hűtjük, akkor látjuk, hogy a gáz tűnik el, tehát a gázfejlődés jelző detektorunk gyönyörűen mutatja, amit mutatni kell, és azt látjuk, hogy egyre kisebb és kisebb a térfogata, és aki emlékszik arra, hogy beleraktam a száraz jeget, utána még egy kicsit mondtam az igét, és csak azután húztam rá léggömböt. Az most érti, hogy mi történik. Tehát, hogy a széndioxidból vártam, hogy az összes széndioxid nyomja ki a levegőt, és akkor az összes széndioxid lecsapódik, és úgy tudjuk kibélelni a léggömbbel ezt az erőmellombikot, ahogyan sehogy másképp. Mert ha beletennénk, ott fölfújnánk, akkor ott mindig maradna egy kis levegő vagy gázhalmaz állapot. Na hát itt a következő. A következő, amit szeretnék megmutatni, a halmaz állapot változásokkal kapcsolatosan, pillanat, aki ide jött a lábam alá. Halmazállapot változásokkal kapcsolatosan. Ezt azért, hogy néha majd ránézünk erre az edényre. Itt van ez az eszköz. Na most az lenne a tiszteltes kérésem, hogy tedd meg, hogy amennyire engedi a zsinór, vagy ha nem, akkor én megyek oda, hogy ezt, csak ezt lássuk a teljes képernyőn. Van annyi zsinór? Segítek húzni. Hol húzhatom? Jól csinálom? Jó. Van még jel? Van még jel? Oké, akkor idáig kell eljönnöm. Jó, idejövünk, semmi gond. Azt szeretném,
majd mutatni, hogy ezt a gömböt lássuk, és hogyha lehet, akkor egy kicsit följebbről. Hát olyan vagyok, mint a karmester, de hát tudom, mit akarok mutatni. Megnézem, hogy tetszik-e. Jó? Igen. A gömbre menjünk rá, ez az, ezt lássuk így. Most hát csak legyen éles. Oké. Okay. Jó, akkor tessék megnézni, ezt én meglököm, akkor látszik, hogy lötyög. Jó, akkor nézzük meg magát az eszközt. Az eszközt, amit kiveszek, az egy darabból, tehát van egy üveg, oda tesszük vissza, nincs gond. Tehát ez azt jelenti, hogy elkészítette az üveges ezt a szerkezetet. Ez a része egy nagy felület, és itt pedig van egy gömb. És itt kiszivattyúztuk, beletettük a vizet, és kiszivattyúztuk az összes levegőt. Hogy könnyen menjen, megfagyasztottuk a vizet, és leszivattyúztuk róla az összes levegőt, amit csak egy szivattyú tudott. Egy elővákum szivattyú. Utána leforrasztották. Ha fölenged, akkor az fog történni, hogy az itt levő folyadék elkezd gőznyomást produkálni, és körülbelül olyan 100 tornyi nyomás van most benne. Jó, tehát ez egy fontos dolog. És akkor a következőt fogjuk csinálni. Ezt a részét lehűtjük cseppfolyós nitrogénnel. Mi fog történni? Az itt levő vízgőz erre a részre, ide erre a részre le fog csapódni. Az mit jelent? Hogy lecsökken a nyomás. Ha lecsökken a nyomás, akkor ez elkezd párologni, és azok a részecskék fognak leginkább innen kiszabadulni, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Ezek eljutnak megint csak ide, lecsapódnak. Mi lesz a végeredmény? Azt megnézzük közösen. Jó? Tehát ez lesz a történet. Azt fogjuk csinálni, hogy cseppfolyós nitrogénnel hűtünk. Még? Jó, itt maradunk. Jó, és akkor az lenne a szerencsé, hogy picit rálátnánk erre a buborékra, vagy erre a folyadékra. Elmondom miért. Tudjuk egy kicsit azt, hogy értek erni? Akkor tegyük meg. Bocsánat, de nagyon izgulok, hogy jól legyen a látvány. Még mehet följebb egyébként, ilyen kb. Idáig kéne följönni. Ja? Aha, ez lesz az. Jó, jó. Még mehet föl. Ha még mehet, akkor hadd menjen, és akkor így menjünk rá. Úgyhogy amennyire lehet fölülről lássuk. Az a helyzet, hogy sokat jár az ember videokamerák környékén, akkor egyre több és több ötlete lesz. Na. Akkor ez megvan. Jó, megnézem én is. Zseniális. Oké, okay. Hozom a cseppfolyós nitrogént, lehűtjük ezt az edényt. És akkor ugye azt hozzá szeretném tenni, hogy ez az edény üvegből van. Azért fontos, mert az üveg az nem jó hővezető. Tehát ha le fog hűlni az üveg, az csak idáig, ahol a cseppfolyós nitrogén van. Ami fölötte, az már nem a cseppfolyós nitrogénnek a története. Ezt tessenek megérteni, hogy nem hővezetésről szól ez az egész mese. Jó, tehát akkor most elkezd hűlni ez az edény, és ami már látszik, hogy ezen a részen elkezd, te is látod, elkezd opálosodni. Én akkor meglököm egy picit ezt az egészet, hogy hullámozzék, és kicsit így, és egyszer csak azt fogjuk látni, gyere közel, mert erről, ott van, nézd oda. Látod, mi történik? Pillanat. Itt oldalt egyre hűvösebb és hűvösebb, még lötyög, még mindig lötyög, és egyszer csak fogja magát. Na, gyerünk! Na, ott az oldalán már. Úgy látszik, ma meleg van ebben az... Ott van, látod, megfagyott az egész. Tehát most már hiába lötyögtetem, erről szólt a történet, hiába lötyögtetem, ez már megfagyott. Ugye az történik, hogy a
víz fölül eltüntetjük a gőzt, ugye azok a részecskék, amiknek az átlagos kinetikus energiája nagy, és akkor az összes többi, ami ott marad, annak meg kicsi lesz, és akkor ez azt jelenti, hogy lehűl, és megfagyott a víz. Hogy mennyire fagyott meg, annyira meg tudjuk mutatni, hogy így elfordítom, szerintem így már mindenki elhiszi, hogy ez nem víz. Jó? Tehát ez, ilyet a víz ritkán csinál, legfeljebb, hogyha a szilárd halmaz állapotúra megfagyott. Úgy. Na, tehát akkor ez is megvolt. És akkor végül, de nem utolsó sorban, azzal köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, hogy a cseppfolyós nitrogénnel egy kísérletet bemutatok, és aztán szerintem közben megint kijött a léggömbünk, tehát ez ilyen kibejárkál, de hát ez ilyen. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt van egy kriofor, nem egy kriofor, egy gyuáredény. Egyébként milyen érdekes, hogy meg tudná nekem valaki mondani, hogy ki volt, aki elsőként cseppfolyósított levegőt. Szinte majdnem mindenki ugyanezt mondja. Ugye Kamerlingh Onsz volt, egyébként Nobel-díjat is kapott érte, viszont az ő ellenfele, aki ugyanazért a Nobel-díjért ágált, az Gyóár volt, és az ő neve fönnmaradt a termoszon is a Gyóár edényen. Ezt viszont mindenki tudja, szinte mindenki tudja. Na mindegy. Tehát a Gyóár edény egy olyan edény, amely kettős falu, a kettő fala között kiszivattyúzzák a levegőt, így a hővezetést blokkolják. Hogyha most azt szeretnénk, hogy ez jó legyen, akkor még be kéne foncsorozni, hogy a hő sugárzás se menjen, és akkor tulajdonképpen most beleöntünk ebbe a Gyóár edénybe egy kis cseppfolyós nitrogént. Szinte majdnem teletöltöm. Amit érdemes megnézni, hogy most nagyon hevesen forr a nitrogén, és azért forr ilyen hevesen, mert a környezete forró. Amikor megnézhetjük, hogy mennyi cseppfolyós nitrogén fog eltűnni. Hát majdnem tele volt, ugye ezt láttuk, hogy amikor megcsillapszik ez a forrás, addigra lehűl a cseppfolyós nitrogéntől a gyuáredényünknek, a belsejének az alja. És akkor ennek a lehűtéséhez ennyi nitrogént kellett elforralni. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogén forralásához nem kell sok hő. Ha meggondolja valaki, van der Waal típusú erőket kell csak legyőzni. Most jön a lényeg, forra cseppfolyós nitrogén, kezemmel ráteszem, és abban marad a forrás. Most ugye ezt mutatod, Lajos. Szuper. Jó, csak azért mondom, hogy elveszem a kezem, és elkezd forrni a cseppfolyós nitrogén. Két dolgot lehet mondani, vagy a Ettenkarcsi egy parafenomén, vagy tudja a fizikát, és azt tudja, hogy ha nagyobb a nyomás, nagyobb lesz a hőmérséklet, ahol forrni indul. Jó? Úgy kell méretezni, hogy... Jó, tehát itt ez a lényeg. Ugyanezt csinálják a víznél a kuktáv gyorsfőzőben. Ugye a kuktávban a víz nem 100 fokon forr, hanem 120 és 130 között van, ahol már lehet állítani is. És van egy sokkal nagyobb kukta, az Pakson van 4 darab jelenleg, de többi már dolgoznak. Ugye ott pedig 200 valahány fokon sem forr a víz, 290 fok körül. És az azt jelenti, hogy avval tudunk, avval a 290 fokos vízzel 290 fokos gőzt csinálni. Ami egyébként a turbinákat hajtja. Jó, hát akkor ezt láttuk. Amit szeretnénk, hogy megfagyasztani ezt a cseppfolyós nitrogént. A fagyasztás ezzel az eszközzel fog történni. Úgy csinálom, hogy én innen is tudjátok nézni, meg innen is. Jó? Bocsánat, leellenőrizlek, mert az olyan szép, menjünk közelebb, jó? Csak azért az üvegedényt lássuk. Az szuper. Úgy jó. Jó, így ez szuper. Jó? Tehát most igazából mindenki számára csak az edény lesz izgalmas. Fogom, ide bedugjuk a cseppfolyós nitrogént. Ugyanazt megnézhetjük, hogy teljesen tele töltöm, illetve majdnem teljesen tele, és akkor megnézzük, hogy a hűlés folyamata hogy alakul. Itt van egy vákuumszivattyú, tehát most nem azt fogjuk csinálni, hogy csinálunk egy olyan hideg helyet, ahol le tud a cseppfolyós nitrogénből keletkező gőz csapódni, hanem egyszerűen csak elvonjuk, elszivattyúzzuk onnan. És akkor nekünk annyi tennivalónk van,
a szivattyúnk az működik. Ez egy viszonylag nagy teljesítményű elővákum szivattyú, olyan néhány tor nyomásig tud leszivattyúzni, és akkor elkezdjük szivattyúzni. Elmondom, mit fogunk látni. Az első dolog az lesz, hogy most valamennyire forra a cseppfolyós nitrogén, a vákumban olyan elképesztően fog forni, hogy az valami őrület. Tessék megnézni. Nagyon erősen forr, az olyan részecskék, amelyeknek nagy a mozgás energiája, azok egyszerűen ezen a csövön keresztül mennek, és itt jönnek kifelé. Jó, meg lehet nézni, közelről látja az ember, hogy repülnek a nitrogénum molekulát. Na most, és a maradék pedig mi történik? Elkezd megfagyni. Ott van a szilárd halmazállapotú. Nem kell egyébként nagy, nem kell hozzá nagy hőmérséklet különbség, 13 fok. Hát a forrás és fagyáspont között csak 13 fok van. És akkor szerintem jól látszik, hogy egyre több és több lesz a szilárd halmazállapotú nitrogén. És hát, hogyha tetszett, akkor jövőre is várom a tisztelt. Köszönöm a figyelmet. Még annyit tegyünk meg, hogy kikapcsolom a szivattyút, engedünk be levegőt, és azt is látni fogjuk, hogy abban az edényben folyamatosan forr a nitrogén. Itt olyan alacsony hőmérsékletre ment, hogy nem fog forrni a nitrogén benne, miután levesszük a tetejét. Mert ugye alacsonyabb hőmérséklet, lementünk fagyás hőmérsékletig, lement az edény is, és hogyha most ezt kivesszük, akkor azt fogjuk látni, hogy egyik részre el fog tűnni nagyon gyorsan a cseppfolyós nitrogénnek a szilárd halmaz állapota, de hogy nem forr, az szerintem jól látszik. És akkor most tényleg köszönöm a figyelmet.